Ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Klassz FM-en. 6 óra múlt pontosan 15 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello, Jani, hello, Feri. Sziasztok. Jó reggelt. Hello, drága hallgatók. Mi újság van? Kipihentem magam? Igen. Mit vagyok? Tudtál aludni délután? Nem is emlékszem, mi történt tegnap. Volt adás? Mi volt? Itt voltam, beszéltem. Itt nyomtad, toltad. Fú, hát igen, megküzdöttem, de pihentem egy nagyot délután, úgyhogy ma újult erővel ülök itt. Kiváló. Már-már feledve a hétvégét. Már-már lábadozva a hétvégéből. Jöhet a következő rafting. Hát most egy ideig nem. Kicsit meg is fáztam. 6 fokos vízben. De pihentem nagyot, úgyhogy kipihent vagyok. És igen. Igazából ott nem a rafting volt, én azt gondolom, ami kimentette ezt nem a fiút. Nem a méregtelenített? Igen. Az utána következő kis fönlét. A kamra kiürítése? A készletek leürítése, a elszívása és felélése és minden olyan, amit az ember egyszerűen elhasznál a saját szervezetében, ami ott felgyülemlik, mint aminósavak, ásványok, és ilyenkor mindenki jön. Tehát minden tartalékod oda, mert ugye 2-3 órát aludni, hát azt már 40 év körül, ezt már nehezebben bírom. Nehezebben regenerálódik az ember szervezeten. Úgy lenyomtam ilyen hétvégét, mint a húzat. Most jöttem rá tegnap, hogy nem tudtam volna lefeküdni. Nagyon nagy baj lett volna. És Heidi néni mennyire örült az ungarisi turistoknak? Nagyon rendes volt. Nagyon? Nem zavart. Nem jött föl. Nem mondta. Nem jött föl az alaptáborból? Nem jelezte szombat reggel, hogy ő nem tudott aludni. Péntek éjszaka kirakta a kis reggelit. Füstük szobában, ugye az apartman alsó és részén. És négykor, amikor kopogtattatok, hogy engedjen be, akkor se volt nagyon mérges? Hát az a baj, először kővel dobáltuk az ablakát. Nyissa ki nekünk, de aztán rájöttünk, hogy be lehet jutni máshogy is, hiszen az egyik barátunk benn maradt. Csak ez kellett fél óra, mire rájöttünk, hogy valaki nincs velünk. És ki addig hol voltatok egyébként a városban? Így kóbászoltatok négyig? Város? Fél hétkor bezár a benzinkút. Hétvégén egy körül bezárnak egy darab ilyen spárszerű valami van. Tehát, hogy ez egy kis falvak, ezek ott van falvacskák. Város, de város szerintem legközelebb nem is tudom mi volt. Tehát egy kocsma sincs. Hát talán van egy ilyen vendégházszerű, meg egy kocsma, az is ilyen 10 kilométerre. Abban a falucskában, ami voltunk, ott van 10 darab ház, egy templom, meg 2 darab ilyen 8 szobás, ilyen kis igazi ilyen Gasthof, tudod, ez a vendégház. Kis kéménnyel. Hát akkor templomba voltatok hajnali négyig. Látod, ja, igen, ott volt, igen, gyónni. Igen. Az elmúlt napok eseményei. Elmentünk, kiráboltuk a templom kincseit. Úgyhogy volt kaland. És annyira senki nem tetszett a társaságból Heidi néninek, hogy átküldjön egy... Hogy felajánlja magát mondjuk, Heidi igen, néni. Egy marcipánt burgonyát beleszúrva egy villával. Nem, Heidi néni nagyon aranyosan hozta a kis kézzel készített lekvárjait, meg sajtjait, meg mindenféle frissen fej, tehén tejet, meg ilyenekkel kényeztetett minket, de nem volt dobos tortába beleállított villa, vagy lefordított kávésból. Hát nem ez Záher torta sok tejszínben. De láttad volna, Heidi néni, törültél volna, hogy nem volt. Ja. Szóval nem jutott eszünkbe valahogy, hogy milyen jó lenne a Heidi néni. Lehet, hogy jelzett ő, csak ugye más a készlet. Máshogy jelzett. Hiába hozta a friss tejet, nem vették a lapot. Lehet, hogy a friss tej a friss tej a jelzés. Köpülte a vajatot. Képzeljétek el, bejelentkezett Ufó Zsolti. Ó, nagyon helyes. Hova? Hozzám. Fölhívott pénteken, hogy megismerem a hangját. Ja, azt hittem, hogy a köztársaság elnök úrhoz. Mondom, mi van, kim vagy? Kiengedtek? Örült mi? Röhögött. Mondta, hogy szeretne bejönni. Uh-huh. És mondtam neki, hogy jó, jöjjön be ma. Jöjjön. A hétfőben nem bíztam, szerdán ugye Ákos lesz a vendégünk. Aha. Csütörtökön már hétvégézünk. Hát csütörtökön kitelepülünk. Ráadásul kitelepülünk, úgyhogy jön ma a Zsolti 8 órakor. Elmondja ezt az egészet. Én kíváncsi vagyok. Jó. Igen. Ez jó. Kíváncsi vagyok, hogy mi a mese. Mennyit volt, másfél-két évet? Nem volt, gyerekek, nem volt egy jó másfél-két éve. Az nagyon bizony, komoly. Hogy az idő. És most házi őrizetben van. És ide van bejelentve? Ez a cím. Okay. Csak azért kérdezem már, hogy ha házi őrizetben van, akkor itt kell laknia. Vagy lakhely elhagyási, bocsánat. Akkor a város lakhely nem hagyhatod el. Elhagyási. Aha. Van. Milyen szerencse, hogy egy ilyen nagy városban lakik. Igen. Lasszinkban laknak, ahol voltam. Három faluban, két tehénnel, meg egy... Már azért megjelenének mindig a jardok. Igen, szóval, hogy... De jó. Jön ma be 8-tól. Kíváncsi vagyok rá. És megkérdezzük, hogy mit csinált ezekkel a lányokkal. Van lábperece is? Szerintem nincs. Adja a jeleket. Az házi őrizetben van.
Itt azt hiszem a lakhely elhagyásnál minden másnap vagy minden harmadnap le kell jelentkezned az adott őrsön, hogy itt vagy, nem tűntél el. És akkor, ha nem hátráltathatod a nyomozás, vagy nem befolyásolhatod a tanukat, akkor tulajdonképpen kimaradhatsz, amíg ugye akár nyomozati szakasz van, vagy mit tudom én, már esetleg ítélet születik majd. Most belegondolok, hogy azok közül a celebritások közül... De az, nem nyomozati szakaszban van, hanem tárgyalási szakaszban. Sőt, biztos, igen. Akik így voltak már BV intézményben, ő az egyedül, akivel szívesen találkozom. Igen, figyelj, közben az egész érdekes dolog, tök érdekes, mert nyilván bűnözőket mi sem szólaltatunk meg, meg nem is akarunk, de egy ember, aki azt mondja, hogy nem csinált más, csak munkát adott lányoknak, és egyébként pénzt nem fogadott el, meg nem is érti, hogy ezek a lányok miért jelentették őt föl, ez egy érdekes történet, hát ezt meghallgatjuk. Aztán majd elmondja, hogy mi a helyzet. Úgyhogy jön, ami drága Zsoltink. Tök jó. Én nagyon jóba voltam vele régen. Nagyon jó srác. Egyébként vicces, jó gyerek. Igen. Hát, megcsúszott. Megcsúszott, dobott maga elé pár banánhéjat. Legyen, hát meg nem ő dobta. De majd elmondja. Csak hát nyilván mesél a börtönről, mesél az előzetesről, látok az előzetes rosszabb, mintha már valahova elvinnének, hát az a legdurvább. Heti egyszer, egy órára, nem tudom, mehetsz labad levegőre, három naponta, négy naponta van egy 10 perc fürdés. Tehát, hogy az előzetes állítólagosan, hát ezt majd ő megerősíti, vagy megcáfolja, sokszor sokkal keményebb, mint amikor már jogerősen kapsz 3 évet, és elvisznek a lakhelyedhez megfelelő büntetés, vagy rajtási intézetbe. Mert ott 8-an vagytok egy cellában, nem keveset tudtok fürdeni, közös budi van. Tehát, hogy az állítólag az a legdurvább. Küldözgetik a szappanokat beleszúrva a kis villába. Ezt is kérdeztem tőle, hogy mi a helyzet, és mondta, hogy erről szívesen beszél, nincs ilyen. Nincs az előzetesben, de majd oda bent lett volna, ha bekerül. Hát, vagy bekerülhet. Még hát, bekerülhet. Vagy ő nem szép. Tessék? Hát, vagy ő nem szép. Tehát, hogy ez is lehet. Micsoda, UFO Zsolti? Fenn vagy 15 éve, ott nem válogatsz. Tehát, hogy mindenki. Meg mindegy, hogy szép vagy, vagy nem. Igazán van a szépsége. És most még ez zajlik az ügy egyébként? Tehát őt most nem kiengedték, azt mondták, hogy bocsánat, tévedtünk, hanem most még lehet belőle bármi? Tehát ő mehet a kaptárba? Hát szerintem igen, az első fokú ítélet talán megvan. Ezt ha elmondja, nem tudom, és a másodfokra vár, és akkor kiengedték addig, mert hogy már nem tudja befolyásolni, mondom, senki. De már nem is tud senki, tehát ha már döntési szakasz van, akkor már mindegy. De jó, na mindegy, majd elmond mindent akkor. De nagyon kíváncsi vagyok rá. Igen. Csak ne az legyen az első mondat, hogy ártatlan vagyok. Nyilván erre kell számítani, tehát hogy ő azért jön, hogy meggyőzzön minket, még nem kell nagyon, de hogy mindenkit arról, hogy ő alaptalanul lett oda bezárva. De hát majd megnézzük, meg megvigasztaljuk azzal, hogy holnap lesz egy dal tőle a retro napon, és akkor át a jobb kedvele. Szerintem csak megvidámul, és elfelejti azt a másfél. Hát jön a jogdíj. Hát. Bizonyám. Holnap teszünk 180 forint brutot a zsebébe. Viszont fontos a retronappal kapcsolatban, hogy küldjetek ötleteket, jó? Nekem van egy csomó nyilván a diszkokorszakból, de hogy mi legyen? Mit hallgatnátok meg? Mi az, aminek örülnétek? Ugye azt beszéltük, hogy mit tudom én, 88-90-től magyar zenék a diszkokorszak. Így van. Ugye? Tehát valahol, nem tudom én, 2000-2002 környéke. Hát 2000, de menj a retronap, akkor nem lehet 2000, igen. Hát akkor még azért nagyon ment a diszkokorszak, 2000-2002, Baby Sisters, Cosmic, stb. De hogy van ötlet, csak nyilván az lenne a jó, ha ti is mondanátok, mármint a hallgatók, hogy mi legyen. Ja, tehát mi nem, érted? Nyugodtan, de ti két is. Két hülye gyerek, hadd üljön a szélén. Van egy kedvenced a 90-es évekből, érted, egy diszkós láger. De akarok hozni például Döglégy Zolit is. Keleti oldal, nyugati oldal, Bumba fejbe, meg ilyeneket, Bumba fejbe, rossz vagy, ha meg. Tehát ilyeneket simán. Jó, az mehet. Jó, tehát nem kell csak diszkós lágernek lennie, lehet ez rap is, mit tudom én, lehet egy csomó minden eszünkbe se jut. Úgyhogy jöhetnek nyugodtan ötletek, ki mit hallgatna meg szívesen holnap a retro napon. Hát is ott lesznek a vendégeink. Két reprezentatív arc. Igen. Kákos. Kákos? Kákos. Igen. Kákos és Hauzsolt. Igen, Hauzsolt. Jön a Hauber is tényleg. Na csak összeálltak. Kibarátkozták magukat? Mert ugye az elmúlt években nem nagyon volt szeretet, béke, boldogság, de akkor ezek szerint most megint. Igen, hát mondja, ezt holnap elmondják, igen. Na, teljesen. Viszont nem beszéltünk Klein Dávidról tegnap. Hallottam, mit történt. Akinek sajnos vissza kellett fordulnia, mint hogy minden más
mászó csapatnak is vissza kellett fordulnia, akik oxigénpalac nélkül indultak neki az Everestnek, és Dávid volt az, aki a legmagasabbról 8600 méterről indult vissza, úgy, hogy volt esélye feljutni a csúcsra, csak a visszajutása az már. Sokat számolgattak, több mint két órán keresztül ők egy ponton voltak a GPS-ük szerint, és nagyon sokat számolgattak, hogy vajon összejön-e nekik a visszajövetel is, de hát aztán rájöttek, hogy 36 óra mászás után még nem biztos, hogy, vagy már nem biztos, hogy marad annyi erejük, hogy hogy 250 méterrel a csúcs előtt. 250 méterrel. Sok ám az. Tudom, hogy sok. Az a órák. Hát csak, igen. Furának hangzik, igen, de hogy ez még azért órák, igen. Ezt fejtegetjük, hogy ott vagy gyakorlatilag már most két perc 250 méter, hát nyilván nem. Szegény visszajött. De most ez még nem azt jelenti, hogy végig. Nem, megy még egyszer. Most az alaptáborban van. Aha. Egy picit rápihennek a dolognak, és akkor várnak még egy időjárási ablakot, amikor neki tudnak futni. Az az még egyszer a csúcsnak, igen. Szerintem utána meg is jön a monszunot. Igen. Úgyhogy utána ott nem nagyon tudsz menni, viszont egy 13 éves lány följutott most. Szerintem palackkal, de ő a legfiatalabb. Azért igen. Az, hát ha palackkal, ha nem, igen. Az meg persze, az nem ilyen. Volt egy 70 éves nagy. Igen, itt nem lehet tudni, hogy mekkora csapat dolgozik körülöttük, mellettük, mennyire veszik le a terheket a vállaikról. Mindenképpen egy nagyon komoly teljesítmény, az biztos, hogy, tehát, hogy fizikailag az egy óriási dolog. Nagyon próbára teszi a szervezeted, de azért ugye Dávidék ketten vannak, tehát hogy azért nem egy egyszerű történet, meg hát ugye teljesen más kategória. Ja, nem akartuk ezt összekeverni. Nem, csak én nem is azért mondtam, hogy ott. Én is azért mondom, csak hogy... Viszont ellenben csak olvastam, hogy egy 13 éves lány főtött, és nem volt benne a cikkből, hogy palackkal vagy palac nélkül, és hiányoltam a cikkből, de ő a minden idők legfiatalabb leányzója, aki most kim van, már hogy fel is jutott. De úgy 13 éves, hogy Erdély Mónika 30? Nem. 33. Ja, bocsánat. 33. Nem, nyilván ő palackos azért, persze, de hogy azért milyen durva, nem? Tehát hány éves korodban kezdesz el mászni, hogy 13 évesen már megbáz az Everestet? Tehát ott azért a papa, mama is valószínű, hogy nem tudom mit csinál, nem? Tehát valószínű másznak. Biztos vagyok benne. Hogy milyen ügyes lehet a kislány. Na szaladjál csak, kicsit 5 éves vagyok, apa. Igen. No. Hát most már nekünk ezek a csúcsok elmentek, hogyha ilyen megdöntés. Maximum az, hogy pókjárásba felszaladsz, még abba lehet. Nem első. A pókjárás, hát az egy saját és ragad a te védjegyed. Azért, tehát, azt ugye te mondod állandóan, vagy az oxigénpalackkal. Igen. Oxigénpalackban pókjárás. Igen. És akkor még tudsz első lenni valamiben, mondtad. Egyre kevesebb dologba tudunk elsők lenni a korunk miatt. Most már lassan majd az, hogy a leg. Csak nem a legfiatalabb. Az elsők, akik bedobják a török között koruk ellenére. Az elsők, akik nem jutottak el az alaptáborig, tudod? Valami ilyesmit csináltunk. Akik visszafordultak az alaptáborban, útban az alaptábor felé. Lehet nekünk az alaptábor a csúcs. Ott bontanánk ki a magyar zászlót, tudod? És akkor a törülnénk, és akkor visszafordulunk. De oxigénpalac nélkül természetesen. Én örülnék ott is. Nagyon gyerekek az... alaptáborban simán el tudnánk jutni. Hát láttam a Kleinnek a nyilatkozatait, elment oda egy fókuszos riporter, az Anti, aki azért nem egy sportman, elment oda egy internetes sportáról egy srác, aki nagyon jó anyagokat csinált, nagyon szerettem. És ők azért ott voltak az alaptáborban, kis fejfájás, kis ez, kis az, de azért az megugorható. Csak az a baj, hogy ez is egy 10 napos út, mire megállsz. Katmandu beszerzett az engedélyeket, megállsz, tingri, nigri, bungri. Az is, bungrinál is van. Hát, ahogy mész egyre bejebb, ugye egyre autentikusabb, ilyen kis tibeti falvacskákon mész keresztül, igen. De hát ha alaptáborba fejfájás, ödémásodás, minden lehet, azért ott el tudnánk jutni. Azt azért szerintem megbírnánk. Azért megcsípte egy picit a fejfájás, meg a rosszul lét, meg ott azért volt olyan stábtag, akinek vissza kellett fordulnia az RTL-es stábból is, mert egyszerűen nem bírta, már az alaptábort sem, tehát hogy azért ezek elég komoly kihívások. Egyébként meg pont az olyan jellegű kis utazásszervező irodákkal, mint amilyen te is voltál például raftingolni, simán el lehet menni mondjuk 5000 méter feletti csúcsokra, az Araratra, a Kilimandzsáróra, mert én egyébként ilyeneket tervezek is majd. Ja. Hát de az külföldön van, meg messzire. Ezt azért ne kapkod el. De addig zsákot húznak a fejemre, és kivisznek. Hogy ne lássam, hogy nehogy megszavarodjak. Ne tegyél ilyen könnyen, míg értek, ne kapkod el. Azért ez messzebb van. Kik ezek a fekete emberek? Mi lesz velünk? Na, a foci VB-t ne küldjétek csak 10 után. Jó? Tehát az Csabinál van. Mi mindig az előző napi foci VB-t elküldöttek közül választunk. Így van. És akkor ő majd választ, hogy ezt a nagyon szuper, nagyon okos, nagyon telefont kéri, vagy a nagyon szuper, nagyon okos, azt hiszem, tévé a így más. Van. Ja. És ezt mikor hívjuk? Azt mikor kedvünk úgy tartja. Igen. Csak följük, hogy te küldtél, válasszál? Te küld, válasz. Mit szeretnél? Telcsit vagy tévét? Te jó. Ilyen telefont és soha nem kaptam. Tök érdekes. És nem is fogsz. Ez is igaz, sajnos. Igen. Ettől egyre messzebb vagy már. Mi volt a játékban tegnap? Jó volt. Nagyon jól ment.
killer voltál fáradtságod ellenére is. Igen, tényleg? Nem emlékszem a tegnapi adásban szinte semmire nyertem? Így van. Itt lebegtél, mondjuk voltak pillanatok, de pont ez szerintem pont ez segített. Ja, nem emlékszem. Tudom, izgult a leányzó, tudom. Aranyos volt, izgult, és ki is mondta aztán talán a nemet elég hamar. Most beugrott. Most mondtad, hogy ha már ilyen jól ment az első, akkor biztos az első öt is ilyen jól fog menni, úgyhogy érted. Érdekes, erre nem emlékszem. Hát, igaz, csomó mindenre nem emlékszem. Volt egy papírom is, amit aláírtál. Írtam föl egy dolgokat. Igen, tartozom neked, Cetliken. Na jó, lehet jelentkezni SMS-be játékra. Jó, 1-0-ra vezetünk. Nem ám utána morgolódni, hogy miért vele játszottunk, és miért nem veled. Tessék SMS-t írni többször is, nyugodtan megpróbálni. Jó. Hozzuk a heteket, úgyhogy lehet iparkodni a játékosainknak. SMS számunk változatlan, lehet jelentkezni a játékra, mi pedig jövünk a hírek után. 3:47 múlt, pontosan 4 perccel. Hello mindenkinek. Drága Morning Show hallgatók, ma még jó idő, holnap hidegfront, vagy holnap után? Mi van, ijeszgetnek minket? Vagy én reálisnak tűnik most, én is elolvastam. Jön valami. Kétség, egy picit le fog hűlni a levegő, azt mondják. Mi a picit? 20 alá vagy fölé? Ne, 20 fölött aradunk azért. Aha, csak ilyen kicsit borongos, kicsit szeles, kicsit hűvösebb. Remélem nem indul el ez az évek óta tartó tendencia, ez a hétköznap rohadt meleg, tudod, nyáron. Igen. És hétvégére hidegfront pénteken, vasárnap délután 6-kor elhagyja az országot. Nem, hogy tudjál valamit csinálni. Emlékeztek? Éveken keresztül volt ez a mindig, és ennek volt egy magyarázata is, hogy ez miért van. És mindig jó idő hétköznap, és hétvégére mindig vihar, lehűlés, majd hétfő reggel megint jó idő. Azt hiszem az volt, hogy a hétköznapi autóforgalom, igen, ugye hétvégére így föl... A földgyűlemli valahogy, és a smog, és abból a felhők összeállnak, és eső lesz, és ezt levezették, hogy miért mindig hétvégén van az, ami... De hogy, hát most csak nem indul el. Biztos nem? Mostanában nem látok chemtrail csíkok. A chemtrail, értitek, ugye? Szóval, hogy ilyen csíkokat az éget. Tegnap is néztem, most mi van? Nem lehet. Nem, már betiltották. Betiltották? Rendeletileg szabályozták? Vagy, ami ugye változik az idő. Nem vagyok benne biztos. És valószínűleg szervától jönnek megint a csíkok. Nem vagyok benne biztos, hogy nem éjszaka csinálják. De nem látok az égen. Most tegnap éjszaka. Este 10-kor átmegy, 2-re behúzza neked. Meg sötét is van, ugye? Meg ugye a szemhéjamon, ezt is tudom észlelni. iPhone-ommal én is megpróbáltam bevilágítani ezeket, de nem nagyon sikerült. Nem tudom, hogy mi van egyébként. Azt sem tudom, hogy ez összeesküvés elmélet, vagy nem minden esetre. Mi van, mondjuk csak annyi, hogy éjszaka csinálják. Rájöttek, hogy túl sok ember beszél róla, a chemtrail, tüntetés, internet, fórumok, stb. És mit tudom, elkezdték éjszaka. Ennyi. Ha csinálják egyáltalán, de nem tudom. Na jó, van, megnézzük, hogy ki a mai játékosunk. Verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondolt meg a választ. Erika, hello. Hello. Erika. Szia. Hello, honnan hívsz minket, Erika? Ózdról. Igen. Miért rögültem? Majka ott van. Tényleg? Szoktál vele találkozni? Én szoktam találkozni, nem hallottam. Majkát kérdeztem. Hát nagyon-nagyon ritkán láttam már, találkoztam már vele, de nagyon ritkán látom, itt voltam. Keveset jár. Kivel szeretné játszani, Erika? Hát veled szeretnék, Balázs. Én tegnap játszottam. Na jó, de már nem emlékszel. Nem baj. Majd ma is fogsz. Most mi van? Most mindig rászálltok valakire? Most én, aztán majd jön a Feri? Bizony. Minket akartok? Jó. Persze. Jó, Erika, játszunk, jó. Most úgy érzem, hogy jó formában vagyok. Tegnap nem voltam. Reméljük, annyira nem lesz jó most formában. Várjál, ha tegnap nem voltál jó formában, nyertél. Hát de tegnap úgy értem, hogy ő kimondta egy 10 másodperc után. Most megpróbálom. Hibára kényszeríteni. Igen. Jani? 3, 2, 1, fire! Erika, miért én? Miért nem valaki más? Mert én úgy gondoltam, hogy talán ez nagyon jó volt. Hagyd, Erika, ne válaszolj rá. Ne túráztasd magad feleslegesen, már nyertél. Miért nem valaki más? Azt kérdeztem, hogy... Igen, nyertem, tényleg? Persze. Hát reménykedtem, hogy te mondod azt a nemet, vagy igen, nem is hallottam, mit mondtál. De azt mondtam, hogy miért én, miért nem valaki más? Ugye? Ja, és ebben talán nem tudom letagadni azt a szócskát, hogy nem. Pedig szeretném. Picit nagyon ügyes vagy. Igen. Furkoltam neked. Kösz. Nagyon jó formában van Balázs, csak fordítva áll be a rajtgépbe. Érted? Nem nyílt ki az ajtó. Ellenkező irányba fut. Nem nyílt ki az ajtó. Akkor most egy-egyre állok önmagamban. Igen, tehát kijön holnap. De. Hát az egy-egyet el kell dönteni. Erika, van egy ajándékcsomagod. Nagyon szépen köszönöm, nagyon örülök neki. Régóta vadásztál ránk? Meg a csomagra? Hát ez egy ilyen hirtelen jött ötlet volt, hogy kéne küldeni egy SMS-t, hát ha sikerült.
És be is jött, és meg is aláztál szépen. Nagyon jó. Hát ez egy jó reggel. Küldjük neked, Erika, köszi. Nagyon szépen köszönöm. Ügyes vagy, ciao. Hello, hello. Ügyes, hogy abban a 8 másodpercben nem mondott ki semmit, amit te beszéltél. Gyerekek, bocs, hát ma egy-egy most akkor. Semmi baj. Még nincs veszve. Nincs. Nem? Visszahozhatod? Még hoz fogható a dolog. Persze, nincsen ezzel szerintem semmi gond. Majd lesz. Isten. Ha már 3-1-re vezetnek velem szemben, akkor már nagy baj van. Jó, nem baj. Csütörtök a Vörösparti téren vagyunk, úgyhogy igen, mindenki ott keressen bennünket. Ez a pesti kitelepülésünk. Egy napra csak úgy kicsit oda kimegyünk. Közben DTM jegyeket osztogatunk a hétvégi németországi túrautó futamra, ami egyébként ugye német túrautó világbajnokság, de Magyarországon lesz. És ott leszünk egy DTM kamionnal. Bizony. Valami nagyon-nagyon komoly dologgal leszünk ott a Vörösparti téren. Úgyhogy csütörtökön várunk oda mindenkit. Hát, szeretettel. Ez egy ilyen egynapos kis morning show. Tulajdonképpen a pesti kitelepülésünk. Aha, lehet, hogy ez egy ilyen szerelő kamion is nekünk kell összetenni, hogy nem tudom kinek az autóját. Szegény. Igen. Na jó, van. 6 perc múlva pontosan, 7 óra jönnek újra a hírek, hogy után itt vagyunk mi is. 7 óra múlva pontosan, 9 perccel jó reggelt kívánunk mindenkinek. M0-ás munyármentes. Ez megnyugtató. Ez megnyugtató. Ede küldte nekünk, kamionos Ede. Bécs felé vezető A2-es köd van. Győrvártól már kicsi Tomi üzeni nekünk. 47-es úton Békés Csaba előtt egy utánfutós Palinak kiszakadt a kereke, a kukoricásban keresik a megoldást. Egy centit nem tudnak mozdulni, van egy kis hiány. Üzeni nekünk Ramos. Aztán az 51-esen az M0-ás előtt köd van, mindenki figyeljen, üzeni Gabesz. Ildikó vagyok, Debrecen Hajdúszovát közt mérik a gyorshajtókat, jól elbújtak. Ildikó. Köszönjük szépen. Rákospatak mellett a Bringa út, trafi és hatóságmentes, Gyöngyük utca 15 fok. Csicsika küldte nekünk, valamint az M7-es 157-es kilométerénél, a táskai pihenőnél Budapest felé pénzkeresők állnak az út szélén, nem mást, hanem fotót árulnak. Ezt Piro küldte nekünk. Na, Hungáriát tessék elfelejteni, egy sáv van, ma igen, reggel tapasztaltam. A Kőbányai úti kereszteződés közelében egyszer csak így elkezd fogyni, illetve már a Kerepesitől, ahogy jössz erre felé, a Rákóczi híd irányába, elkezdenek fogyni a sávok, és egyre összébb terelik a forgalmat, majd egy sávon megy. Az nem szerencsés három sávot egy sávra terelni. És ha már ott reggel dugó van nálad, vagy neked, akkor mi van ott egy ilyen fél öt? Egy ilyen délután egy fél öt, tudom. Vagy egy ilyen reggel 3:49, nem? Hogy az milyen lehet akkor ott? Meddig csinálják? Van valami kiírva? Még ráfér a Hungáriára, hogy megcsinálják? Azt nem tudom, hogy azon mit csinálnak, de ugye ott még villamos síncsere van. Ja, hogy ott a síncserélik. Aha. Igen. Uh-huh. Akkor nem értem, hogy mi a három sávból miért egy lesz, de... Most lecserélik, utána majd felpuposodik a melegtől, akkor azon is egy picit javítanak majd. Akkor tényleg mi van, amikor a felpuposodik? Az mit csinálnak? Hát. Mert ugye mondták a múlt, hogy bejött az első kánikula, emlékeztek, az egyes villamos vonal azonnal felpuposodott. Na most kimegy két ember, vagy három, és visszakal a pálya? Vagy mit tudnak csinálni? Mert ugye fél órát állt a villamos, kivágnak belőle? Kivágnak belőle, és megnő... szépen. Aha, meg... igen. Aha, tényleg. Ez így van, egyébként meg az a... Levágják a púpot és összehúzzák? Igen. Ha én kommunikálnám ezt a villamos púposodást, én azt mondanám, hogy mert annyira nagy lelkűek voltunk, hogy marha sok anyagot raktunk így bele van maguknak. Így van. Sok az anyag. Mert és elviekben akkor... vannak benne ilyen tágulási lukak, rések, amik azért kellenek, hogy egy picit az anyag ugye tágul a meleg hatására, akkor ne puposodjon föl. De nekünk nagyon sok vasunk van. A vas és acél országa vagyunk. És akkor levágják a pupot, a pupot elrakják, és majd mikor jön az ősz és elkezd összeszükülni, visszafoltozzák? Aha. Tehát a pupot nem dobják ki, a pup kell, mert télen meg a sín összeugrik, vagy ősszel, amikor jön a hideg. A pupokat összegyűjtik, és majd egy másik vadonatúj vonalat fognak belőle építeni valamikor. Csak sok hegesztési varrat lesz rajta. Nagyon röhögtem, mikor jött az első kánikula, és egy már nem azon, hogy szegények ott álltak, hanem hogy felpuposodott. Tudod, mint a 3 hete 40 fok lenne. És már locsolni kell az aszfaltot. A magyar lakosság 70% a vízhiányban szemben. Felpuposodtak a sírek, ott két napja volt 28 fok. Igen. És azonnal bepuposodtak a sírek. Ráadásul durva nyarat mondanak, hogy olvasgattam tegnap, milyen szeretem ezeket az előjelzéseket, hogyha virágzik a boróka, meg hervad az aranyeső, meg tudod, banja a kakuk, akkor száraz nyarad lesz, ha alacsonyan repül a sirály, és balra néz a verém, ami után aranyeső hull az ágról, akkor vízes nyár lesz. De valami nagyon-nagyon meleg nyarat. Igen, mondanak. Mondják egyébként, hogy kössük fel a gatyát. Ha alacsonyan rúg Hajdú Péter az új promójában, akkor biztos, hogy nagyon forra nyarunk lesz. Jaj, hát jut eszembe. Milyen promójában, mit csinál? Nagyon jó, hát most tudjátok, 150-hez érkezik lassan a Péternek a műsora, 150. nézőhöz, és...
összesen. És forgatott egy promót? És igen, és van egy új promó, és én ezt nagyon szeretem egyébként, mert ki az van a Demi Moore? Van egy, igen, szegény Roger Moore. Ja, Roger Moore. Igen, régóta megy már ez a műsor, és abban van egy pillanat, amikor Péter a karate tudásából példát ad, és ugyan a kommandósnak, aki nyilván beépített ember, egy picit le kell googolni ahhoz, hogy Péter föl tudjon rúgni a fejéig, és egy kicsit ugyan megkapaszkodik a pultban, és egy picit zavarja a hasa is, de azért megcsinálja. Én nagyon szeretem ezt a részt belőle. Ezt többször végignéztem. Újra és újra. Nem tudok betelni vele. Figyelj, ő egy ilyen harcművész a Péter, úgyhogy nagyon vigyázz, hogy miket mondasz, mert összetalálkoztok és lekaratéjozik. Küzd keményen. A sporttal. Jó az. De ő tényleg csinál valamit, igen, nem? Igen, komolyan csinálja. Ugye, hogy ő valamit csinál? Személyi edz otthon. Az a jó egyébként, hogyha saját edzőtermed van, és saját házadba jön a szenszei, hogy oktasson. Mert ott helyre tudod tenni. Meg tudod neki mondani, hogy idő van. Menni kell. Ma sajnos csak ez a 22 perc jutott ránk. Jaj, gyerekek, hogy tud eltűnni, mondjátok meg nekem, 500-nál is több malac? Egy kónyi sertéstelepről. Nem. Döbbenetes az eset, akarok róla két mondatot beszélni. Egyszerre tűntek el, vagy mondjuk, ha egész télen, akkor megértem, hogy a lakosság egyesével levágta őket. Egyszerre. Egy sem maradt? Egy sem maradt, a rendőrség basszus nyomoz, a tulajdonos 10 millió forintot meghaladó kár érte. Egyelőre mindenki számára rejtély, hogy tudták a több száz disznót észrevétlenül eltüntetni. Volt biztonsági kamera, dolgozott éjjeli őr, nappal mindig felügyel valaki az állatokra, a helybeliek semmit nem láttak, de senki nem érti, hogy a több száz disznó hogy tűnt el észrevétlenül. 500 disznó, most gondold el, ez nem arról van szó, hogy 500-ból hiányzik kettő, és bújtatott hátul az olban valahol Kóny környékén. Eltűnt 500 darab. Voltak, és azóta nincs meg. Voltak előtte fura légköri jelenségek? Gömbvillám, vagy egy vastag fénynyaláb az égből? Volt-e arrafelé Edda koncert? Tényleg. De ez micsoda? Tehát ez egy varázslat a disznóban? Vagy mi történik? Tehát 500 disznó nem úgy van, hogy kihajtod őket, és föltereled őket egy ilyen platós ifára, és szépen elmasíroztatod őket, és senkinek nem tűnt föl. Kiment a rendőrség, visszanézték a felvételeket, a kamerát, semmi nem látszik. Tehát nincs mozgás. Visszatekerték a 12 órát, nincs mozgás, és nincs meg 500 malac. De hogy nincs mozgás? Hát hogy valamiféle folytonosságnak kell lenni abban a felvételben. Tehát olyan benne. Nincs, hogy egyik pillanatban ott van 500 malac, a másik pillanatban meg... Ha! Figyeltem! De a malacokat nem látta. Hallod? Hol vannak a malacok? Szaladj már be az olbamat! És nincs sehol. A malacokat nem nézte a kamera, hanem valószínűleg az épületet nézte kívülről. Mi a fölötte lévő légteret, pásztáztam. Mert onnan várták a támadást a malacok. Tehát az kellett volna, hogy látszódjon a felvételen, hogy odatollott egy ilyen kamion, lenyitják a hátulját, és az 500 cocát fölterelik. Fölmegy, bezerelindul. De ez nincs. Alagút? Kiásták magukat. Nem lehet, hogy aláástak az olnak? De nem lehet, hogy a malacok ásták ki magukat? Egy érckalapáccsal. Igen. Elkezdtek makután turkálni a kis nóziukat? Na de ha mondjuk apró részletekben lopták el a malacokat. Igen? Aha. Már hogy értve az apró? Hát több a lábát, igen, a farka, a pofáját, még elvitték tízesével. Akkor is ugye kellett fordulnod 50-szer, hogy elvigyél 10 malacot. Tehát ki tud ellopni 500 malacot? Úgyhogy senkinek nem tűnik, hogy kihajtják akkor őket. Akkor csak két kör volt. Kétszer-kétszer. Igen. Kihajtják őket valahova, és mindig lecsippentenek tízet? Hát ki a fene tud elvinni ennyi malacot? Hogy viszel el 500 malacot? Állítólag a falubéliek már panaszkodtak arra, hogy nagy bűz terjeng, de nem találták sehol a malacokat. De tehát a bűzt érzik, de nincs meg a malac. De onnan jött a bűz, ahol eddig laktak, vagy ezek szerint akkor egy falubéli lopta. Nem tudják lokalizálni a helyet, csak érzik a malacot. Csak mindenhonnan jön a bűz. Igen, de malacok nincsenek sehol. Hát akkor lehet, hogy minden egyes házában van egy malac. Tehát 500 kónyi lopott el, és mindenki egyet lopott el? És összebeszéltek? Hát mert ha nem tudod azonosítani a szagot, akkor nyilván az egész faluban van. Nyilván nem ők lopták el, hanem náluk rejtegetik. És hol nem keresi az ember? Ott, ahol kézenfekvő. Nem megy hátra az olva sajátjába megnézni, hogy van-e ott egy malac. De hogy bekopognak hozzád, hogy jó napot kívánok. Nem, hátulról. De hogy vadon úr maga rejtsen el egy malacot, vagy hogy? Lehet, hogy úgy rejtették el, hogy ők nem is tudnak róla. Tehát lehet, hogy az 500 malac kitalálta, hogy azt mondták, hogy srácok.
tréfáljuk meg a konnyakat, és mind az 500 felé szaladt, és elbújtak. És a malacok minden, nagyon intelligensek. És mindenhol bújik egy malac. Uh-huh. És te nem is tudod, hogy tartasz malacot, és kinézés, és ott van a kertedben egy, és hát a szomszédnál is még egy. Ugye van mondjuk kettő, igen? A tart otthon, amellett egy harmadik, az már ugye, az ugye elsinkat. Tehát az nem kell fel se tűnik. Igen. Ugye összeállnak, és ha egy irányból nézed, nem látszik. De akinél nincs malac, na ott hova bújt el a malac? De mi van, ha akkor ez az 500 malac intelligens, és ők rejtőzködnek a faluban? Az egyik két lábra áll, fölvesz egy postás sapkát. Igen. Fölül egy bringára elkezdtek erni. És a konyak nem látják, hogy igazából az 500 malat nem csinál más, mint vegyül. Aha. Ott van közöttük. Az egyik beáll csaposnak, a másik kiszórja a postaládába az újságot, a harmadik beállt a közérbe. És nem tudják a konyak, hogy az 500 malat ott van közöttük. Az egyik elment csatornát tisztítani, a negyedik kihúzza a kukákat az utcára, mert jön a kukás a harangot délben. Az ötödik meghúzza a harangot. És az 500 malat, ez egyszer csak két lábra állt, és azt mondta, hogy bebizonyítjuk, intelligensek vagyunk. És ott élnek a konyak között. Az egyik rendőrruhában van, a másik műtött a helyi rendelőben állatorvosként. Nem lehet? Uh-huh. A rejtőzködő malacok. És honnan ismert fel őket? Hogy mindegyiket... Érnek, és azt mondják, négy láb jó, két láb rossz. De most már fordítva mondják, két láb rossz, négy most már azt mondják, a két láb jó, négy láb rossz. Nem, mert most már ők sem ismerik fel egymást, hiszen két lábon állnak, ezért kell azonosításképpen, hogy elszod, ne jogni. Érted? Azonosításképpen mondják ezt egymásnak? Így van. Hogy négy láb rossz? Négy láb jó, két láb rossz. De miért rossz a négy láb? Hm? Most én sem a malac lennék, összezavartál volna. Miért rossz a négy láb? Ugye én is azt mondom, négy láb jó, de két láb rossz. Hát most és te malac vagyok, és két lábon állok, mert postás vagyok. Igen. Akkor miért rossz a négy láb? Miért jó a négy láb? Azért, mert ők malacok, nekik négy lábuk van az emberek, ja, meg két lábuk. Most két lábon járnak. Ez a megtévesztés. És van olyan, hogy minden mondat közébe kell rejteni egy... Nem, az nem kell, mert szerintem az ott ilyek. Meg automatikusan az amúgy is jön, tehát azért nem tudják meghazudtolni magukat. Biztos, hogy egy kis puki is, itt ott a leraknak egy kis csomagot. Kónyiak, van-e közöttetek új ember, akit eddig nem ismertetek, és most tényleg ott áll a kocsmapultnál? Ugye, így van. Van. Ki az, aki a helyi kocsmában eltolja magát a csülkös babot, és inkább málét kér? De nem jó, várj, akkor ez mondja, a kocsma mi ez? Nem jó. Hozzanak egy jó málét nekem. A kocsma nem jó, mert a részek disznó az más. De hogy valami komolyabb pozícióba van-e új ember kónyon? Mit tudom, a kónyi polgármesteri hivatalban ott van a jegyző, aki egy malac most. Vagy? És ott ül, és furamodó sokat változok. Kis öltöny, meg kis nyakkendőbe ott ül, és üti a gépet. Józsi, olyan furcsa vagy. Igen. Pistám, hova tetted a határidő bélyegzőt? Nem láttanak? Jó, nem akartam. Szóval. Mennyibe kerül egy malac? Tehát milyenkor a kár? Mekkora a kár? Van ennek? Nyilván van értéke. Mindig, amikor elloptak valamit, megpróbáljuk megfejteni. Hát több 10 millió forintos. Igen, tehát akkor egy malac, ha több, mondjuk 10 milliós a kár, és elloptak 500 000 egy jó malac. Egy 100 000 van egy jó malac? Hát ez komoly, gyerekek, ott elloptak 500 malacot. 100 nincsen. Nincsen, hát akkor 50 000. Nem tudom, mennyi az a malac. Akkor az a 100 000 egy malac, és elloptak 500-at, az 50 millió. Igen. Jól számoltam? 100 000-szer 50? Igen. Akkor az kevesebb, 5 akkor 20 000 egy malac. Mennyi 100 000-szer 50, Jani? Ha egy számot mondhatnál, mit mondanál? Találtam egy nagyon jó. Egy számot mondhatnál. Mit mondanál, ha egy számot mondhatnál 100 000-szer 50, Jani? Na most csak mondom, hogy találtam egy hirdetést. Nem mered mondani, mi? Nem, nagyon tetszik már eleve a maga a megfogalmazás. Azt mondja, hogy használt malacok eladók. Na, de nézd meg, mennyi az állatesek. Mennyibe kerül egy malac? Azt mondja, hogy igen, figyelj, nézem. Azt mondja, megnyitottam az oldalt. Egyébként ott, ahol 500 eladó, ott már szerintem érdemes lenne egy házkutatást tartani. Hát az már egy kicsit fura, igen. Na? Azt mondja, hogy várjál. Én találtam közben. Na mennyi? A tiéd mennyi? Vágó anyadisznó eladó 250 kg, felett 450 forint per kiló. Aha. Nagy dorogon eladó 6 darab pietrin. Az nagyon fontos, nagyon fontos egyébként, X-turot, hogy az legyen. És 9 darab sekhers malac. Sekhers? Figyelj, az van, hogy... Ez van ideírva. Nem jól mondom? 16 000 forint darabja. Fajtája válogatja. Igen? Fajtája válogatja, mert én is így van. Én durokot találtam, az 16 000 darabja, az nem túl drága. Aztán van mangalica, az viszont rohadt drága, 50 rugó. Na de az akkor még kicsike. Hát, igen, ha malac, 50 rugós mangalicát te nem veszel meg, csak akkor, ha abban, mit tudom én, 16 hetes. Hát egy kifejlett, dagadt malacot te jól nem... Táplál. Dagad disznó, te nem veszel meg 18 000-ért. Na, találtam még egyet. Fajta tiszta. Szőke. Ez jól hangzik.
De jó, nekem. Mangalica süldök. A szőkék a gyengéim. Mangalica süldök, nem tápon neveltek, eladok 30 ezer forint. Na tessék, ez is süldő. Az meg még ugye 100 kiló alatt érszem. Figyeljek, én most találtam két 25-30 kiló körüli ártánt, és egy emsét oltva, félretelenítve, 34-ért. Ahogy így elnézem, de várja, egyébként... Pakba az egész, vagy darabja 34? Szerint figyelj, kettesével adják őket, tehát az emse és az ártány így félretelenítve, együtt 34 ezer forint, és ahogy így elnézem őket, nem dagadtak, mint az állat, hanem hogy szépen tábláltak. A kis izmosak. Ha ezek a malacok a múlt héten tűntek el, és ők beépültek a kónyi lakosságba. Igen. Aha. Tudták, hogy vasárnap EP választás van? Elmentek? Lehet, hogy leszavazott az 500 malac? Aha. Bementek. Itt írja kis, alá. Kis sapkában? Most lenne tippem, hogy kire szavaztak egyébként, mert hogy láttam egy fotószállítást arról, hogy az ezelőtti ciklusnak az EP képviselői, hogy kigömbölyödtek az alatt az időszak alatt, amíg kín voltak, tehát lenne tippem. Nincs ilyen, hogy az 500 malac leszavazott konyban? Uh-huh. Nem értették, hogy mi az Istenén vagyunk mi többen 500-zal. És még mindig ott vannak bent? Tömörülnek bent a választások, próbálják meg, hogy izért tanácsnak, hogy hol húzzák az X-et. Hát tudják, okos malacok. Hogy nem mentek vissza. Hova? Hát az olba. Nem mentek vissza az olba. De ha beépültek a lakosságba, tudják, akkor tudták, hogy nekik vasárnap el kell menni szavazni. Tehát Konyban szavazott 500 malac. Nem? Ez igaz. Hát akkor? De az nem tűnhet ezt fel, hogy egy picit többen voltak, mint amennyi Konyit egyébként vártak a hát szavazásra. Hát ezt mondom, hogy furat ülnek most, ugye, vagy ültek egy ideig, és azt mondják, gyerekek, 500-al többen szavaztunk. Mi történt? Hát 500-al többen, hogy... az, mert leszavazott az 50 malac. De nem fogod megtudni, hiszen nem ment el mindenki a Konyiak közül szavazni. Tehát statisztikailag nem szavazott, hát, mert nem szavazott nem mindenki, több. Hanem belefért az 500 malac. Hát most nem biztos, hogy észrevették, tehát nem volt az, hogy árpikám, elfogyott a szavazó, szerelmi édes öregem. Szóval, hogy ez simán megeshet, nem? De most, ha tényleg pillanatra komolyra fordítjuk, ki tud ellopni 500 darab malacot akár részleteiben? Hogy nem tűnik az föl senkinek? Mi mekkora lehetett a felismerés, mikor eltűnt 10, még nem hiányzik. Értem. Eltűnt 20. Még mindig benne van 30, azt hiszed az 500, ugye nem látsz rá. Megmátja, számolt már meg, hogy hányan vannak. Megszámoltam, egy sincs. Számolt meg, hogy 500 vagy 499, kiítod az olt, és már mikor mész oda, akkor ott, és nincs ott senki. Senki nincs ott, és eltűnt 500 malac. Vagy nagyon messze állnak, vagy ellopták az összeset. És hallod a hangot, tudod, jönnek, mennek, tapossák egymást, esznek, és tök csönd. Hívd fel a tulajt, mondd meg neki, hogy főnök. Baj, pici baj. Főnök. Micsoda, férgesek? Nem, eltűnt. Eltűnt 500 malac. Mi történik ott Konyban? Hát, de szerintem egyébként ezt korábban kellett észlelnünk, azért 500 malacnak van hangja. Tehát amikor 500-an röfögnek egyszerre, még ha csak mit tudom én, egy alvás köz, azért ott van egy folyamatos alapzaj. Tehát, hogy ott van egy atmoszféra. Tehát reggel, amikor bemész a telepre, vagy amikor mondjuk a biztonsági őr tesz egy kört esténként, nyilván tesz. A szolgálati kutyájával időnként nyilván körbe megy. Hát jó, de ha őt azt hallott, hogy csönd van, még gondolhatod arra, hogy jól van, békésen alszanak. Hát persze. Hogy megaludtak. Hát nem hallott, hogy csönd van. Hát az itt nem alszanak. Nem hallottak hát csöndet. Olyan csendes volt. Hát olyan csönd volt, nem hallottam én semmit. És ha benne van a biztonsági őr is, és egyesével ő vitte ki a malacokat. Hát. Kikísérte? Úgy csinált, mint hogy az lenne a szolgálati kutya. Na figyelj, pont ezt akartam mondani, hogy két állat találja meg például. Modri, gyere már! A szarvasgombát két állat igen. Találja meg, a kutya? Mert a malac, tehát az őrkutya és az őrmalac között nincs különbség. Itt van Brian, aki egy Kónyi benzinkúton dolgozik, és azt mondja, hogy nincs új kollégája. Hívjuk fel, hogy nem látott-e valami gyanúsat Konyban. Igen. Hogy tankoltak-e malacok a kútnál egy 1002-esbe? Nem volt olyan, hogy valahogy igen. Nem volt olyan, hogy négy malac megtankolt egy 1002-es, kért egy ablaktisztítást, ablakmosó folyadékot, beültek, Gangsta Zolit hallgattak, és elindult a 21.07. És elindult négy malac. Biztos feltűnt volna, nem? És azt mondta, hogy úristen, mintha láttam volna egy 1002-essel négy malacot. Hülye vagy? Hogy láttál már volna? Inkább mit tudom én. Menjél és segíts tankolni. És azt ő is legyintett, hogy ezt nem láthatnak. Meg látnék négy malacot tankolni egy 1002-esben, én is azt mondom, hogy azt hát, szerint valami gyors, baj van velem. Igen. Ezért segítetek. Tehát, hogy nem, azért az csak feltűnik. Hát biztos, hogy feltűnik. Patakinak lakodalma lesz, ott kell keresni a malacokat. Igen, neki ellopatta az UFO barátaival. Bizony. Írj egy hallgató. Így a Pataki meglovasította őket? Hát lehet, hogy egyébként.
lehet, hogy szólt a haveroknak tényleg, és megpatintották. Igen. Most neki lesz egy titkos esküvője, csak címlapon volt egy bulvárlabat, nem tudom, mitől titkos. Kónyi állomásfőnök vagyok, most vette 500 dagi csaj jegyet Budapestre. Belézted? Szerintem belézted. Tehát az 500 balac fölült a vonatra? Igen. Ez is elképzelhető. De azt mondták, osztály kirándulás, és fölültek a vonatra. Nem lesz most valahol... Akkor a Pesten vannak. Ez igaz. Közös tornázással Norbina. Norbi, lehet, hogy odainultam. Nem volt fura? Fura? De volt olyan fura 500 kinézetű, nagyon fura. Brian, hello Brian, jó reggel. Jó reggel kívánok, jó reggel ki. Brian vagyok, a Kónyi benzinkútról. Kónyi benzinkútról. Na, hello Brian. Na. Először is van egy szarszag. Mi hát jelentem, hogy nincs új kollégám, szóval szerintem ez egy téves. Figyelj, nem láttál tényleg egy 1002-es ladát megtankolni négy disznó által, akik utána beültek és tovább hajtottak? Nem, hát sok nagyon ritka egy jármű, erre felénk nem igazolhatnak már ladát, de ez is platós autót, annál többen, és azon sem volt malac. Aha, és nem volt ilyen, hogy bejöttek, és akkor mit tudom, hogy mindannyian balonkabátban voltak, mondjuk az orrukra húzott sapkába, és a visszapillantón két cső kukorica lógott? Hát nem hiszem, hogy volt ilyen túltömöttség az autóval, szóval semmi plusz személyeket nem láttam. Olyan se volt, hogy egy sertésszállító kamionban a saját társait elárulva vittek 100 balacot ki, és két malac vezetett? A két oldás, tudod? Éppen nem, de egy ilyen sertésszállító az jár, de szerintem az legálisan csinálja. Hallom? Mert ha a sertésszállítót viszont két malac vezeti, akkor két malac a bűnös, és eladta eladta a társait. Ne legyél már gonosz, csak szöktettek. Ja, értem, hogy oda fogok erre figyelni, megígérem. Most, hogy ha lesz valami, akkor biztos jelentkezni fogok. Egyébként komolyra fordítva, hallottad a sztorit? Tehát ott konyban ez beszél téma, hogy bejön valaki a benzinkútra, adj egy presszót, és hallottad a malacokat? Tehát van ilyen? Hallottad ezt? Persze, csak ez rá válasz. Igen, egyébként volt róla szó. Volt róla szó. Mindenki érdekesen állt a témához, szóval inkább vicces. Na jó, de ti is hallottátok akkor ott, aha? Persze, természetesen. Te Kónyi vagy, tehát ott is laksz? Igen. Itt is lakom, itt is dolgozom. És mit mondanak, hogy ki vitte el, vagy hogy mi lehetett? 500 malac azért nem tűnik csak el úgy. Az már kereskedelmi mennyiség. Igen, tehát azért az nem egyszerű, hogy mi a teória, vagy mi történt? Na hát állítólag, hát az a teória, hogy eladták a malacokat, csak lehet nem fizették ki. És akkor lehet, hogy akarja a tulaj valójában, mi szeretne a pénzét. De ez csak egy teória. Lebiztosítóztatták a malacokat, gyerekek. Aha. Lehet ez egy rossz indulatú teóriát, a tulaj szerintem nem lopja meg magát. Nem, biztos, hogy nem. Aha. Nem, és mi van, ha malacok kötöttek magukra biztosítást? Igen, buták ez a disznó. Gyöngyhalász biztosítás, és elmentek Hurgadára búvárkodni. Igen. Figyelj, de disznó szarszak azért van? Tehát érzitek, hogy ott vannak valahol a malacok? Persze. Főleg egy-két ilyen kellemeset szélnél, igen. Elég jó beterítít ezt a területet. Na de ha eltűntek a malacok, akkor honnan jön a szag? Hát akkor ott vannak valahol a malacok. Van még ott, ahonnan ez jött. Na jól van. Hát valahogy le kéne követni azt a szagot, nem? De ezt hogy tudod? Hallod, ebben én nem megyek bele. Ezt én nem nagyon bírom. Tényleg, nem leszel nekünk, Brian, egy ilyen helyi szagkövetünk? Hogy ott elindulsz az orroddal szimatolva előre, és amerre érzed a szagot, mész arra? És hát ha eljutsz a forráshoz. Nem tudom bevállalni. Figyelj, Brian, ne legyél kis, együtt megcsináljuk. Nincs valahol a régi cuccait között. Jó, gyertek, főzünk egy jó malacot, aztán megkövetjük a szagot. Régi cuccait között nincs valahol egy makkos cipő? Hát, Csalina. Kimész és steppelsz ott a betonon, hát ha oda jönnek. Nem tudom, valatok. Ja, ő is lehet, aztán beállnának mellém, és meg is lennének. Mi újság a Kónyi benzinkúton? Minden oké? Okay? Minden oké, itt várnak pont a vevők, igen, a másik durában. De hát az meg kitérnek. Ember, lassan mennem kéne. Nem malacok? Nem malacok. Jó, kérdezzük. Aha, beszél? Van hangja? Beszél. Van hangja, beszél. Aha. Igen. Jól van. Igen. Már nem kell tényleg. Oké, Brian, menjél. Jó munkát neked. Ciao. Köszönöm szépen, szép napot. Hello, Brian, hello. Jó, benzinkút kilőve, mi lehet a következő? Nem, neki azért oda kell figyelni. Tehát továbbra is vannak azért ott gyanús jelek. Tehát ha valaki nem azt mondja, hogy a 95-ösből tele, hanem mondjuk csak rámutat a csülkével, akkor ott azért... Igen, ha nem beszél. Hogy hol lehettek még, azt kérdeztem? Igen, hát mondjuk, tételezzük fel, hogy a benzinkút tiszta, tehát ott nem rejtőzik. Mi lehet a következő még? Tehát Kónyból nincs. Honnan jelentkezzen még valaki, amit le tudunk ellenőrizni? Nincs olyan. A kisboltok vannak még, gondolom, nem? Egy-két báruház talán, tehát olyan nagyon, nagyon nagy találkozási helyek nincsenek. Nem lehet, hogy csak átmentek bandázni a pulykákhoz? Vagy valami, hát nem. Ki a malac legjobb barátja? A malac legjobb barátja? Nem, szerintem az egy őszinte barátság. Az állatok közül van így, hogy barátkozik a disznó? Igen. Igen? De mi a kutyával, a macskával? Tehát láttál már disznót és egy kacsát? A kutyákkal például tök jó el van a malac. Igen? Aha.
Ez nem tudom, miért kérdeztem. De ezt így láttad már. Vagy... Láttam már kutyát, malacot együtt igen, menni? Igen, igen. Tök jelen vannak egymással. Aha. Hiszen négy lába van. Na jó van. Figyelj, a malac szerintem tök jelen van. Gyakorlatilag bármivel. Hentes pult. Mi van, ha tömeges öngyilkosságot követtek el? Azt is láttak a hentes alá. Mondod? Igen. Igen, a kónyi hentes jelentkezzen, hogy megnövekedett-e a sertés, nem tudom, a tarja állomány. Igen. Na jó van, gyerekek, mindenki keresse maga körül gyanús disznót, jó? Ha látok valamit, szóljatok. Ez érdekes a helyzet egyébként tényleg, hogy a biztonsági kamerák semmit nem látnak, de közben eltűnik. Eltűnik. Mi ez a mennyiség, ami felett már gyanakodjanak? Hát én mondjuk már egynél is a kertemben ja, látok egy malacot. Hát meglepődnél, nem? Nagyon meglepődnél. Jopán cseresznye, takarodszon! Hozzányúlna a körtefához. Fél 8 volt pontosan, 3 perccel Óven bácsira, Beru nénire lehet jelentkezni, mi pedig jövünk a hírek után. 3:48 volt, 2 perccel jó reggelt kívánunk. Mindenkinek itt vagyunk, itt egy gyanús disztó ír egy hallgatónk, ja. Rika. Öltöny van rajta, és a másik szobában a bőrszékben forgolódik. Vigyétek innen. Egy disztó megvan, itt fekszik mellettem, és tök részeg, írja Anita. Ugye a kónyi esetről beszélgetünk, érdekes egyébként a dolog, mert hogy a Kisalföld ugye már 2 évvel ezelőtt írt a most kifosztott telepről, akkor azért, mert a kónyiak arra panaszkodtak, hogy orfacsaró bűz terjeng ugye a faluban, amely ottani disztóktól eredt. És most pedig azért, mert hogy több mint 500 darab disznó tűnt el, valószínűleg nem egyszerre, és nem tudják, hogy hol vannak ezek a kis malackák. És még gabonaköröket se láttak a környéken. Leszállni, igen, hogy elvigyék őket űrhajóval. Úgyhogy nem tudom. Nem tudom, erről beszélgettünk, hogy ezt hol lehet, próbáltuk megfejteni. Minden esetre az ügy az tényleg érdekes, hogy közön a biztonsági kamera pedig nem látott semmit. Mert hogy 500 malac azért nem egy kulcstartó. Nem? Nem ugyanaz. Jó volt. Igen. Ha valaki esetleg elveszi 500 malacot, annak azért feltűnik. Bizony. Holnap retrónap, magyar retrónap, ha valaki valamit szeretne hallani, ne legyen rest. Most küldj el. Holnap 10 órakor már nem reklamálunk, hogy miért nem volt ez, miért nem volt az. Tessék most elküldeni, hogy mit szeretnétek hallani. Ne legyen rest, küldjön SMS-t, nekünk egyenest. Ha, nem kulcstartó, most meg ez a rest. Igen, de lehetőleg ne olyan SMS, hogy Mr. President köszi. Tehát, hogy magyar retrónap lesz. Gondolkoztam, hogy mi a bajod a Mr. President, de aztán... Az se jó, hogy legyen Hathaway Scooter, nem jó. Nem jó, mert nem lesz. Nem tudom megígérni, hogy be tudjuk tenni a magyar retrónapba. Se Scooter, se Hathaway. Jó, tehát milyen magyar retro dalt hallgatnátok meg szívesen. Ugye elmondtuk, hogy a 90-es évek eleje, 80-es évek vége fér még bele, tehát talán egy Manhattan. Meg Hathaway amúgy is van egyébként a Frisbee-ben. A jubileumadásban biztos, hogy sztár vendégként ott van. De ha nem ő a vendég, ott ül a közönségben, és egy tapsot felvesznek vele. Úgyhogy... Vagy ő a csapó, vagy a világosító, mindenképpen ott van. Na, úgyhogy mit hallgatnátok? Megküldjetek tippeket. Jó lehet? Pain, Sex Wyoming, Gangsta Zoli, Dope Man, Boom a fejbe. Bármi, mi az, amit holnap szívesen hallanátok? Bocsánat, a Pain-t megígérted meg. Pain lesz, gyerekek. A Pain az tiszta. Sex Wyoming. Sex Wyoming. Sex Wyoming. Sex Wyoming. Hol a röhögés? Óriás. Röhögése. Nem volt ügyetlen. Nem volt ügyetlen. Nem. Ő rappelt, ösztönösen jól. Nem tolta rosszul. A szöveg nagyon bugyuta volt, ugye Sex Wyoming. De ahogy a verzéket nyomja, majd holnap meghallgatod. Nem, tehát mai fülel se ügyetlen a fiú egyébként. És másik dal tudsz tőle? Nem, ő ezzel kifulladt. Ennyi, ez csúcsra járatta magát ezzel a dallal. Olyan volt, mint egy ilyen nagyon beekizett tupek. Igen, nem volt rossz, tényleg nem volt rossz. Meghallgatjuk holnap. Jó, tehát az se jó, hogy Snow Informer. Ezek nem jók. Nem. Ez nem fér bele holnap. Nem. Az már volt. Jó, úgyhogy holnap retrónap, csütörtökön pedig kitelepülünk, ugye, a Vörös Marti téren leszünk majd, gyertek oda, a pestiekkel szeretnénk találkozni, mert hogy aztán jönnek a Klassznyár helyszínei, jön a Hardy Fesztivál, és nem nagyon leszünk már Pesten, úgyhogy ha valakinek van egy kis ideje, szeretne velünk találkozni, ajándékot kapni, ott lenni, akkor csütörtök Vörös Marti tér, ott vagyunk. Hát meg a DTM kamion, csak mondanám, hogy valami idegenű van, nem jegyeztem meg, de valami show van benne, show ring kamion, van benne. Az olyan, te olyan show. Van benne, hogy hát azért valami mondom, biztos van benne. Na, nagyon szép kamion van. Olyan szép, láttad? DTM. Gyönyörű. DTM show. Na, egy showroom. Showroom? Az lehet az. Bemutatós, vagy show ring, vagy és nem. Ha valaki esetleg többet is szeretne tőlünk, mint találkozni velünk, meg hallgatni a műsort, az küldjön át nekünk egy Rigó Jancsit, és legyen beleszúrva egy villát. Na, megnézzük, hogy ki a mai játékosunk. Óven bácsi és Beru néni. Nem gond, ha nem vágod a pároloktatók bináris nyelvét. De ha jó a fület, kitalálhatod, mit dúdolnak a buckalakók vidám szomszédai. Óven bácsi és Beru néni. A párafan csalogányai.
Roxy, hello, jó reggelt! Sziasztok! Hello! Szia. Szülinapod van? Igen. Tényleg? Oh. Igen. Meg is írtad nekünk? Igen. Megszírtam, megpróbálkoztam. Aha, mindenki biztos a lelki zsarolással, és annyi jön, szülinap, válás, gyerek született, bármi, csak hadd kerüljünk be. Évente egy napon van egy kicsit több esélye, mint a többieknek, úgyhogy... Jól tetted, ezt ki kell használni. 25? Igen. Na, hát gyerek az, vagy mi? Azaz. Igen. Lesz nagy buli? Majd hétvégén, igen. Na, tényleg, kik jönnek? Barátok, barátok, vagy csak csajbuli? Mi lesz? Hát, egyelőre csak a családda. Öcsémmel lesz, mert neki is most volt a szülinapja, úgyhogy egybe töltjük. Meg 500 malacot vágtok. Kony környéket. Igen, mivel foglalkozol, Roxy? Egy asszisztens vagyok egy irodában itt Pesten. Irodai asszisztens. Mm. Mi fénymásolás? Főnök noteszébe a időpont bejegyzés? Ez mi az, hogy valaki azt mondja? Mindenes? Ez a főnök jobb keze? Csúkja masszírozás? Igen. Színházi egy foglalás? Szeretőnek hotelintézés? Nem, rendelés segíteni ugye a többiek munkáját, úgyhogy felünk az élet. Most gyerekek azért piszta, hogy tartanának a homlokomhoz, és valaki, hogy mondd meg, mit csinál, Roxy, vagy halott vagy. Azért még úgy, hogy milyen szakmán belül, ugye? Vagy hogy mi? Tehát, hogy hát a Roxy név alapján én azt mondanám, hogy rút táncolsz valahol esetleg, vagy van egy glam rock zenekarod. Roxy nagy. Roxana, vagy Roxana, igen. Roxana. Aha. Sokat kapcsolódtak a szülők, ezt akartad kérdezni. Roxy. Volt egy Roxy rádió, emlékszel rá? Igen. Te vagy te még nem vagy már túl, ahhoz már nem vagy fiatal. Roxy, az neked megvan. Igen. Jó van, Roxy, mutatjuk, mit csinál Lóven bácsi, Beru néni, figyelj! Kólyom van. Mutatjuk a dalt, figyelj! Az eset előtt. Figyelj! Ez nekem menne, meg a Janinak is csak. Bizony, ez nem egyszerű neked szerintem. Neked nem fog, igen. Még egyszer hallhatnám, mert nem hallottam. Persze, figyelj. Na, valaki csörög? Nem tudtam. Uh-huh. Nem. Uh-huh. Jó, mutatunk egy hosszabb részletet, kivettük a bögrét, figyelj. A dúdolásra koncentrálj, ne az effektre, mert az alapján a három kis malac a Carmentől. Igen. Na, itt van! Ki volt az? A kolléganő. Tényleg? Te ügyes. Hozkoznotok kell. Tudom. Abban a maradékban, ami megmaradt. Igen, ez a Sad But True, ez a dal címe, hát ez a Black Album egyik legjobb dala. Rock and Chai a kolléganő? Nem, szereti azt is. Minden előtt vagyunk. De jól van. Azt is szeret. Jól van. Oké, Roxy, megvan az ajándékcsomag, küldjük neked, jó? Rendben, köszönöm szépen. Köszi, ügyes voltál, boldog szülinapot. Köszi, hello. Hello, Roxy. Gyerekek, megjött hozzánk szerelem doktor. Ruffo Zsolti megérkezett, arról fogadjuk, mi történt vele az elmúlt két évben. Vele folytatjuk a hírek után. 8 óra múlt pontosan 10 perccel, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello, Jani, hello, Feri. Hello, drága hallgatók. Na, megy a szakkör. Tekergetek, állítok, csavarok, dolgozom, kisiparosként. De nem állok túl. Jól teszed, hogy tolod a GMK-t. Tolom. Na, nézzük a közlekedési híreket, hogy mi történik ma reggel az utakon. Azt mondja, hogy Kónyi nem vagyok, de malackodni én is tudok. Jó. Lezártuk a malacos témát, köszönjük. A1-esen nagy a forgalom, lassú haladás, sógorok razziáznak, Bécs felé haladva esik az eső. Üdv István, Ausztriából. István, milyen rendes vagy, hogy még nekünk Ausztriából is írsz. Emött mellett a madaras tetyónál borzasztó disznószag van. Nekem itt valami bűzlik, írja Gergő. Csornánál most készülnek fotózni, jól megszokott helyen mindenki figyeljen, valamint van egy trafi Pécsen, a 6-os úton a 200 és a 201-es kilométer között a hotel előtti buszmegállóból mérnek fehér Fábia kombiból. Big Cigi küldte nekünk. Köszönjük szépen. Jönnek a tippek a holnapi retronapra. Mert hogy holnap retrónapot tartunk, ugye volt már egy külföldi retrónap, amikor külföldi zenészek voltak, most ha pedig zenésznek lehet hívni ebben a formában, egyébként az DJ Momo közszereplő állandó frisbita. Holnap pedig magyar
retronapot tartunk, és mondtuk a hallgatóinak, hogy küldjetek tippeket, hogy ki mit hallgatna meg szívesen, nagy diszkókorszak, 90-es évek közepe, illetve kicsit előtte még, ugye, és 2000-es évek elejéig. Forever Club, nagyon szeretik, szeretnék, Emergency House, Splash álmokfutók, hát ez a legnagyobb diszkókorszak, a legboldogabb évek, ugye? Nagyon jó az abba vonal is, mert te is érted, miről van szó. Igen, szerelem doktor UFO napolaj. Hát, mindenképpen. Most egy Szelavi. Új cuccot kell majd venni a Zsoltinak, hogy ki jön. Hangfalat. Bestiák, Baby Sisters. Jó, ezek lesznek, tehát ez nyilván lesz. Hip Hop Boys, úgy szeretném, ha szeretnél. Igen. Úgy szeretném, hogy te szeretnél. Hát ez egy nagy klasszikus, így van. Már el is felejtettem. Jó, ez hiányzik. Holnap megint az lesz, ami volt a külföldi retronapon, hogy kicsit fáztok tőle, meg az, hogy de milyen lesz, azt itt fogtok vigyorogni. Aztán itt fogok tombolni a vét. Az új pulton. Itt fogtok vigyorogni. Jó, volt egyfajta kis előítélet azért a külföldi, hogy úristen, mennyi szemetet fogunk meghallgatni. Aztán nyilván az, de közben rájössz, hogy mekkora generációs élmény. Meg hát ez egy korszak, tehát ez a mostani fejjel tűnik trének, akkor erre ugyanúgy, mint a külföldi zenékre, magyarok milliói táncoltak, bulisztak, és egy generációnak ez egy élmény. Figyelj, olyan hogy... nyári rócsót csináltunk hogyne? Ezekkel az előadókkal, hogy a város szétszették. Emlékszem, Miskolcon 15 ezer ember volt. Nem hittem. Egy Happy Gang, Cosmix, UFO, álmokfutó fellépő sorrenden ott állt 8-10 ezer ember, akik erre bulisztak. És jöttek, és egy nap 6-8 fellépése volt egy-egy csapatnak. Ez volt egy 8, volt egy 10. Tehát, hogy, és még hajnal a baj, fél pénzért egy karaoke buli. Ahogy a Vastag Csabi csinálja mostanában. Szóval Skyland. Megvan a Skyland? Miskolciak voltak, ketten voltak. Skyland. Na, hogy dal nem tudok. Skyland? Mi volt a Skyland? Már nem emlékszem, csak tudom, hogy két miskolci srác csinálta, és az egyik mind a ketten kopaszok voltak, Suta volt az egyik. Tényleg? Szegény. De a neve? Suta, emlékszem. De milyen jó, hogy felegették a színpont. Igen. De Basó, tényleg neki jött, hogy Márki United. Jó, ez egyébként volt, de hogy magyar dal lesz holnap. Vagy magyar dalok lesznek holnap. Na! És hát abszolút témába illik, mármint hogy csatlakozik a holnapi napra az a vendégünk, aki megjött hozzánk. Mert hogy ugye azt nem tudom, hogy pontosan mikor, de most jelen pillanatban kint van, és fönni volt, hogy szeretne egy kicsit beszélgetni. Megmondtam, hogy gyere Zsolti, szívesen, várunk szeretettel, és meghallgatjuk, hogy mi a helyzet. Zsolti, Varga Zsolti, most már nem mondom, hogy az UFO-ból, mert énekelhelyetted valaki más. Hello Zsolti, jó reggelt, nem? Jó, ő csak egy ilyen beugrók most. Hát jó kérdést tettél föl. Beugrócska, igen. Beugrócska. De igazából én kértem rá, hogy tegye meg ezt a szívességet az zenekaromnak. Kiüzentél neki, hogy kap egy zsigulit? Zsigulit, jó ötlet. Nem zsigulit. Nem volt ilyen konkrét ajánlat, csak egy kérdés. És most egyébként mehettél UFO koncertre? Tehát hát ha Budapesten van, akkor Budapesten igen. Van. De egyébként bírósági engedéllyel akár. De hát ez most persze, most ezt úgy mondom, hogy hát ez a bírósági engedéllyel természetesen szükséges. Lakhely elhagyási tilalom, jól mondtam én ezt? Lakhelyhagyási tilalom, igen. 7 óra után, hogy ugye nem mázi őrizet, nyilván nehezen tudnánk beszélgetni, lakhely elhagyási tilalom. Tudnánk, akkor is bíróság engedélye. Ha, ez azt jelenti tulajdonképpen, hogy neked naponta, két naponta le kell most jelentkezned valahol? Nem, hetente egyszer. Hetente egyszer. Hát most ma kedd van, akkor holnap megyek. És ne keverd össze a napokat, mert akkor... Figyelnem, és mások is figyelnek, hogy el ne felejtsem. Ez ilyen Budapest közigazgatási körzete? Abszolút. Tehát, hogyha ott van a Budapest tábla, akkor már villog a piros lámpa. És csinálsz olyat, hogy elmész egy Budapest tábla, az átlépsz és visszaugrasz? Gondoltam egyébként, hogy csinálnak egy olyat, hogy elmegyek egészen a Budapest tábláig, és szelfizek egyet, és fölnyomom a Facebookra, de még nem tettem meg, de lehet, hogy a műsor után megteszem. Na, ugye... Ha valaki nem tudná, vagy nem ismerné a te ügyedet, akkor nagyjából... Van olyan, aki ismeri? Sokan, azért sok cikk volt erről, címlapokon volt, nyilván hát ezek hozzád is eljutottak. És az nem? Jó, hogy egyébként a sajtó minden tökéletesen visszaad, és tökéletesen megmutatja azt, és az úgy néz ki, hogy leírják. Hát nézd, nyilván de sokszor... Most már én látom, ti most nevettek, de vajon miért van ez így? A bulvár feltétel, ez a bulvár ír, a bulvár te is kapod, hogy aztán ebből mi az igaz, vagy mi nem, azt majd most mióta vagy kint? Durván 2 hónapja. Durván 2 hónapja. Aha, igen. Mennyit voltál pontosan előzetesben? 2 évet. 2 évet? 2 egész évet. Aha. Milyen szép dolog, nem? Hogy hát, még mindenféle ítélet nélkül egy 2 évet így. Hát a nyomozati előre. Szakaszban előzetesben lehet az ember 2 évet, lehet. Akár még 3-at is. Lehet, sőt, akár tulajdonképpen ki se engedhetik most az új törvények szerint. Persze. Így van, így van. Csak én ezt nem tartom, aha, még olyan...
igazságosnak. Nyom, kezdjük beszélünk majd erről is. Kezdjük a történetet az elején, hogy mivel kerültél te be? Tehát mi volt a vár? Ez csak becsöngettek, feküdtél otthon egy alsógatyában, rányították az ajtót és elvittek? Hát most ez persze ilyen nagyon romantikusan, de kommandós ugrottak be az ajtón is, akkor nem volt ennél sokkal egyszerűbb volt a történet. Egyébként igen, amivel bekerültünk az üzletszerű kerítés. Milyen furcsa kerítés szó, ez most nem, mindig akkor bemondják és körbevesz engem a kerítés, akkor rögtön másra gondolok, tehát én nekem a szó már más jelent, ezzel kerültünk be. Igen. Üzletszerű kerítéssel igen. Kerültél be. Aha. Nem bejöttem, mondtam többen számot, de oké. Okay. Ez mit jelent pontosan? Hát, hogy én valakit valakinek megszerzek szexuális célra, és azért én pénzt kapok. De azt mondod, hogy ez nem volt igaz, hát, vagy ez továbbra sem én igaz? Én nem tudok olyanról, hogy én szexuális célra valakit valakinek megszereztem. Ráadásul ebben a vonatkozásban, aminek a vádirat szól, egy olyan cselekmény, ahol én ott sem vagyok. Tehát úgy kicsit nehéz megszerezni valakit valakinek, hogyha nem ismered azt a valakit, akinek megszerezted. Most amit én olvastam ezzel az üggyel kapcsolatban, az, hogy megjelent ugye néhány lány, akik ugye hát szegény családból jöttek, és akiket te elvileg ugye te elmondásod szerint felkaroltál? Jó szót használok? Szóval? Én imádom, hogy én közben látom az arcodat is, ahogy te ezt egyébként. Hát azért ez sem így hangzik, és ezt megint ez a felkaroltál, meg inkább maradjunk, nem mentem el a sorsa mellett. Megtehettem volna, hogy szépen elgyaloglok, és eloldalazok, és esetleg még ki is használom azt a helyzetet, amit egy ilyen nehéz sorsú embernek a helyzete jelent. Én nem érzem, hogy ezt tettem volna, hanem én inkább segítettem. Mit segítettél? Mit csináltál valójában? Tehát mi volt a segítség? Fú, ezt olyan nehéz elmondani, mert itt van több személy és több eset. Tehát ezt most így mindenkire egy ilyen ráhúzni, egy ilyen, hogy mondjam, egy kabátod, hogy na akkor ez így nézett ki, ezt nem lehet. A segítség szó az én értelmezésemben tökéletes, ilyen, mégis egy ilyen kabát, egy segítség. Minden személynél másképpen történt. Egy biztos, hogy vannak ma olyan élethelyzetek, amikor az én véleményem szerint ilyen radikális megoldásokra van szükség. Nem azt mondom, hogy ez az egyetlen radikális lépés, amit meg lehet tenni, biztos van más. Én a szórakoztató iparban tapasztaltakból indultam ki, és abban az időszakban ez egy ilyen, hogy fogalmazzak neked, egy ilyen működő trend volt. Nézzük konkrétan a dolgot. Jó, te tudtál erotikus munkát Svájcban, és azt mondtad ezeknek a lányoknak, hogy lányok, ki lehet menni Svájcban erotikus munkát vállalni, és te ezeket a lányokat kiközvetítetted? Ez egy részben igaz, ahogy most ezt így elmondod. Volt olyan személy, akit hamarabb ismertem, mint ahogy én tudtam volna svájci erotikus munkát. Aha. Na, tehát de... volt olyan ember, akit én hamarabb ismerek. Jó, de hamarabb ismerted, de utána... Nem is egy, hanem nagyon sok ember. De utána ezeket a lányokat te kiközvetítetted Svájcban? De az a kiközvetítés szó a te értelmezésedben azt jelenti, hogy akkor egy pénzt kapsz érte, és akkor fejpénz és kóta. Igen. Nem. Az én olvashatom, a kerítés az pénzért kiközvetíteni valakit szexmunkára, az a kerítés. Nem, ez nem történt. Tehát te csak rá telefonáltál egy svájci ismerősödre, vagy még lennének lányok, igaz, akik... Rá telefonáltam, és azt sem igaz, hogy én telefonáltam rá. Tehát, hogy ez sem igaz. Tehát azért mondom, a valóság, meg az, ami egyébként szerintem most már egy jobban kirajzolódik, a bíróság előtt is. Mi a vád? Tehát mit mondanak? Te mit csináltál? Mondom a következő. Tehát a vád az nagyon szépen, most egyéb kapaszkodjatok meg, légy szíves, mert elég hosszan fogom sorolni. Tehát van egyszer egy megtévesztéssel elkövetett kerítés, ami azt jelenti, hogy egy ember azt állítja, hogy azt se tudta, hogy hova megy, viszont visszament háromszor. Ez egy más kérdés, ez már azért tettem hozzá, hogy értsétek, hogy mennyire ilyen csűrös, csavaros a történet. Van 26 rendbeli üzletszerű kerítés, ebből 9 kísérleti szinten maradt. Van 3 rendbeli csalás, ami üzletszerűen és jelentős értékre elkövetett. Értem. Na most ebből a háromból az... konkrétan van egy olyan összeg szerepeltetve, ami sosem létezett, és hála Istennek már ki is derült. Tehát most... csak ilyen egyszerű a történet. Értem. A kerítés az én orvoslatomban ugye azt jelenti, hogy te kiközvetítesz lányokat munkára, igen, Svájcban. Szexmunkára például, és ezért te pénzt fogadsz, igen, el. Igen. Azt mondod, hogy te nem fogadtál el pénzt. Azt mondom, hogy nem fogadtam el azért csupán pénzt. Csupán emberbaráti szeretetből kiközvetítetted ezeket a lányokat? Azt mondom, hogy nem fogadtam el azért pénzt, mert ő kiközvetítettem. Ezzel az úriember, aki kint egyébként él, és a vígan éli minden nap helyét, hiszen a Svájcban egy nem törvénytelen cselekmény, sőt, ez beilleszkedik a társadalmi. A prostitúció nem törvénytelen, mert ugye ellenőrzöd, de a kerítés ott is törvénytelen. Akkor az a kérdés, hogy őket miért nem tartóztatták le valaha? Jó. Mert ez egy nagyon érdekes, mert meg levizsgálta a rendőrség. Nagyon-nagyon jó megfigyelés. Rákóczi úr. Egy ötös. Ez egy nagyon fontos, mert ők nincsenek benne az. És akkor te most... Tanúként hallgatták. Hát Zsolti, de akkor te ezeket a lányokat ingyen közvetítetted ki? Igen, kvázi, igen. Emberbaráti szeretetből?
Na, akkor következő kép. Tehát, igen? Ezen az úriember, neki volt ott a svájci show businessbe kapcsolata, és én csináltam vele egy Eurovíziós dalfesztiválra egy dalt. Neki volt egy barátja, aki egy zeneszerző volt, és én vittem ki énekesnőt ennek a barátjának, és dolgoztunk, és meg is jelent ez a dal. Sajnos nem jutott be a televíziós műsorba, de ettől függetlenül megtörtént. Csináltam vele egy videóklipet, és ami sokat segített egyébként. Tehát ott kint forgatunk egy videóklipet, ott van egyébként, meg lehet nézni az interneten. Igen. Egyébként ez is így van csinálva, mint hogyha ez így nem létezett volna. És akkor egy fontos momentumban, és szerintem ez az igazi rákfené a történetnek, csináltam egy weboldalt. Ugyanis hát fogalmazunk, hogy neki voltak olyan felületek, ahol ő így promotálta ezt a dolgot, de én azt gondolom, hogy ez nem volt megfelelő. Uh-huh. Ezért segítségemmel létrehozott egy olyan websájtot, ami egy közösségi szájtnak a másolata volt, és annak a közösségi szájt, ez egy ilyen tematikus közösségi... De zavaros ez a történet. Hát én nem véletlenül mondtam, ez egy tematikus közösségi szájt volt, ami kifejezetten erre a műfajra épült. Hogy tehát kerültek? Valószínűleg ennek oka, itt van az a bizonyos anyagi történet, ami egy picit össze van mosva azzal a dologgal, hogy akkor kikapott fejpénzt, meg hogy... Azt is lehetett olvasni, hogy te egy szexuális szolgáltatás fejében juttatod ki ezeket a lányokat. Hát akkor most akkor... Te lefeküdtél ezekkel a lányokkal, Zsolti? Volt akivel igen. De amit akartam mondani, tehát hogy azt gondolj bele, hogy van egy ember, itt ez a megtévesztéssel történő, de most akkor hogy tévesztem meg, hogy én előre lefekszem vele, tehát hogy megint ilyen... De azt mondtad, hogy nem fogadtál el pénzt. Ha csupán emberbaráti szeretetből közvetítetted őket, akkor miért kellett velük lefeküdni? De most ez most hogy jött ide? Csak kérdezem. Nézd, hát most férfi. De ezeket a lányokat letesztelted, vagy kipróbáltad? Így tudom, hogy ez a kérdés. Nem. Ez így ebben a formában nem igaz. Tehát én hamarabb ismertem nagyon sok embert ezek közül, mint hogy én nekem kvázi ezt a tesztelést meg kellett. Tehát én ismerem őt, hogy neki milyen a, fogalmazzuk, hogy a gondolkodása, meg mivel foglalkozik. És te mit mondtál ezeknek a lányoknak? Mi van, ha kimennek? Tehát mit találnak ott? Mi lesz? Mire mennek ki? Azért mennek ki, én azt gondolom, vagy azért volt érdemes számukra kimenni, mert egy azzal a pénzzel, amit ott meg tudtak szerezni, egy új életet vásárolhattak maguknak. Te prostituáltaknak küldted ki ezeket a lányokat? Én nem küldtem ki őket. Tehát már itt az segítettél kijutatni ezeket a lányokat prostituáltnak? Természetesen igen. Tehát tudták pontosan, hogy miről van szó. Igen, szexmunkásnak használjuk ezt a szót, a másik az olyan, nem tudom, olyan csúnyán hangzik. Na most, ha nem fogadtál el pénzt, és te ebből nem részesültél anyagi előnyökben, akkor ebben neked mi értelme, hogy ártatlan lányoknak segítsél, és kijutasd őket ingyen? Nagyon-nagyon jó kérdés. Tehát akkor most meg oda is adok egy ötöst, hogyha lehet. Volt 5-6 emberrel olyan típusú megállapodásom, ami arról szólt, hogy ezt a megszerzett vagyont, amit ott megszereztek, azt én segítem kvázi itthon gazdaságosan befektetni. Tehát a lányokat vásárolni a cserélbe. Nem, hát nem. Nem. A lányok pénzét segített befektetni? Kettő helyre próbálok válaszolni. Már kezd fura lenni itt. A lányok pénzét segített befektetni? Amit a lányok itt megkeresnek? Igen. Mi ezzel a probléma, amikor adómentes jövedelmet hoznak onnan, és bejelentett munkát végeznek? Mi a kérdés? Hogy... Hát az, hogy miért? Tehát, hogy oké. Én azt odáig értem. Azt nem értem egyébként, hogy segíteni akarsz, akkor miért nem hozol létre mondjuk egy non-profit alapítványt, aminek az a célja, hogy vidéki egyébként más munkalehetőséggel nem bíró kislányoknak szerezzen mondjuk állás lehetőséget külföldön. Oké, ez egy dolog. De amit pénzt ők megkeresnek, azt aztán hazahozzák, és te segíted egyfajta, nem tudom, pénzügyi tanácsadóként befektetni, és ezért nem kérsz cserébe semmilyen anyagi ellenszolgáltatást. Ez jó, egy picit más. Bocsáss meg, azonban nem hagytátok, hogy befejezzem. Sok időd meg energiád van. Nem hagytátok, hogy befejezzem. Tehát végigmentem volna. Egyébként valóban ez egy jó üzleti konstrukció és jó megoldás. Én is megkerestem egy ügyvédet, hogy milyen típusú konstrukcióban működhetek együtt, és nagyon sok megfejtés volt. És mire tulajdonképpen az egész dolog már odáig kikristályosodott, hogy akkor ebből legyen egy valamilyen üzlet, addig jutottunk el a megoldásig, hogy ez hogy lehet kvázi egy ilyen jogszerűvé tenni egy ilyen típusú működés. Vannak is szerződéseim egyébként ezek az emberekkel. 5-6 emberről beszélünk, még egyszer mondom. 2 emberrel olyan megállapodást kötöttem, mert én nem éreztem olyan jó dolognak elvenni a pénzüket, ezért kölcsönügyletbe bonyolódtunk, ami arról szól, hogy kölcsönt biztosítanak, és annak a kölcsönnek a hasznából, amit számomra az én cél, tehát az én magamra fordíthatom, annak a hasznából részesülök én, a kölcsönt pedig visszaadom. 2 ember, ez volt a megoldás. Másik 3 embernél sajnos nem lehetett azt látni, hogy ilyen típusú kölcsönügyletben megállapodást tudunk kötni.
ők, ővelük volt egy rendes ilyen, hát most hülye hangzik, ilyen menedzser vagy ügyintézői megállapodás. Tehát az összes többinél nem voltak ilyen típusú dolgok. Tehát az én olvasatlanban akkor Zsolti, aki az ártatlan, szegény sorsú lányoknak segített pénzt keresni, és az ő pénzüket jól befektetni, tulajdonképpen mindezt minimális anyagi haszonszerzés ezt miatt. Ezt pontosan jól látod. Aha. Tehát igen. Mert olvastál valahol mondjuk Kalkutai Teréz anyáról, és akkor tudtad, ez, hogy ez nem az út. Bocsáss meg, ez nem Kalkutai Teréz anya, de egy olyan, hogy fogalmazzak neked, emberbaráti szeretetet sem nélkülöző megállapodás, amiben maximálisan figyelembe vettem azt, hogy honnan, hogyan és milyen formában keresik ezek a pénzt. Azért nem volt, bocsánat, hogy szabadban, nem igen. Volt egy olyan ügyvéd ismerősöd, aki de azt mondja, aki picit előre látva dolgokat, azt mondja, hogy figyelj Zsolti, de őnek okay, nagy felelőssége van ebben, hogy ez a helyzet így alakul, de segíteni szeretnél, oké, ezekkel a lányokkal, ilyen munkára közvetítél őket, de látod? De mi van, hogyha ez valakinek volt. A fejében összeáll, hogy te szexuális tevékenységre közvetített ki őket, utána a megkeresett pénzüket segítesz nekik befektetni, nem lesz ebből szerinted valamiféle probléma? Nem volt, aki ezt mondja neked? Nem gondoltuk arra, mert igazából itt senki nem volt kényszerítve. Nem mondod. Hát nem, miért mondod, Balázs? Mi az, hogy futtatás? Mert a lányokat mit jelent az, hogy futtatás? A lányokat kiközvetíteni, akik ezért pénzt adnak neked, és az abból megkeresett pénzt, de befekteted, és abból neked hasznod van, az az én olvasatomban azt jelenti, hogy te kiközvetítettél lányokat Balázs, munkára ellenszolgáltatás fejében. Nem tudok veled vitatkozni, azért nem tudok veled vitatkozni, mert én azt gondolom, neked egy kialakult nézeted van erről a történetről, és a te olvasatodban ez így áll össze. Én nem fogok tudni megkérdezni. Én csak naivan kérdezek. Nem, én úgy gondolom, hogy ez már a naivitástól azért egy kicsit messzebb áll. Milyen a Bentley-t? Erről sokat hall az ember. Hogy... Most ezt akkor így most akkor... Le, hát számodra igen, nekem viszont ez a felütés, hogy ez a leütés, ez nem tetszett. Aha. Tehát ez nem futtatás. Nem, én úgy gondolom, hogy nem. Aha. Azért segítettél ezeknek a lányoknak, mert sajnáltad nem, őket? Nem, azért segítettem nekik, hanem volt egy ilyen opció, amit ha akartak, választottak, ha akartak, nem. És itt a legfontosabb történet, ez nem volt egy kötelező történet, mert a futtatásnál ott kötelező dolgok vannak, ott kényszerítés van, ott fenyegetés van. Itt nem volt ilyen. Ez egy eszembelé megjegyezések voltak? Utólag beszéltünk róla, ez nem volt kötelező. Valaki úgy tűnt el a kölcsönadó pénzemmel, amivel ő kiütött, hogy soha életemben nem láttam. Miért nem írtatok le ezekről egy kis mondta, hogy papírt, ezt hogy levédjebb magadat? Ezt mondtam, hogy írtunk. Bent vannak ezek, csak úgy van beállítva, feltüntetve, mint hogyha az nem a valóságot tükrözni. Hány éves anyagról van itt szó, Zsolti, vagy volt itt szó? 18-tól 40 évesig. 18-tól 40 igen. Évesig. Nincsen fiatalkorú, még miatt azt keresnéd ebben. Mindenkinek, csak kérdezem. Mindenkinek te adtál pénzt, hogy ki tudjon menni? Vagy volt nem, aki? Volt, akinek nem kellett. Hát annak adtam, akinek szüksége volt rá. Hogy kerültek ezek a lányok közeledbe? Hát, mint elmondtam, volt, akit már régebbről okay, ismertem. Oké, de akit nem ismertél régen? Nem lehet általánosítani. Nem tudom azt neked mondani, hogy ez azért történt, vagy így történt, mert de ők kerestek meg azzal, hogy szeretnénk Svájcban munkát vállalni, vagy te megismerkedtél egy lányjal, és azt mondtad neki, hogy látom, hogy rosszul megy a sorsod, van Svájcban munka, mert van egy különbség. Megint ilyen egymondatos válaszokat vártok tőlem, és mindenki egymondatos válaszokat vár, mert igazából annyira nem érdekel titeket a történet. Nem érdekel, azért ülsz itt, mert érdekel, nem érdekel. Ne, nem ülnél itt, Zsolti. Jó, ügyes vagy. Na de ettől függetlenül annyira viszont nem érdekel, hogy igazából lényegében végigmenj az egész történet, és minden egyes embernek egyénileg értelmezd a sorsát. Nem lehet azt hát mondani, se hogy se azt... keretünk, nincs azért a akkor, nem tudom, 26 rendbeli gyanúsítás, hogy mindenki végigmenj. Mi csak megkérdezzük azt, amit minden ember megkérdezne. Nem tudok így válaszolni neked, hogy ennél vagy annál az embernél, hogy történt általánosságban, egyénekre tudom szabni. Aha. Van, akinél igen, előfordult az, hogy már én mondtam. Van, akinél előfordult, hogy ő kérdezi. Uh-huh. Valakinél előfordult, hogy máshonnan hallotta. Tehát, hogy szóval nem lesz terótikizáló. Az a baj, hogy egyébként abból a sztoriból, amit így felvázolsz, mondok rá egy konkrét példát igen. Nekem. Vagy az jön le, hogy te ténylegesen egy olyan dologért ültél, amit el is követél, vagy pedig rettenetesen naiv vagy, mert ha például most mondok egy azt mondta egy Balázs, példát. Hogy ismer engem. Nekem azt mondja, mondjuk azt mondja nekem Balázs, hogy figyelj, mi jobban vagyunk egymásra, ismerjük egymást régről. Kölcsön tudnék-e neki adni, mondom, ez egy fikció, egy bizonyos összeget, és mondjuk én azt mondom neki, hogy persze kölcsön tudnék adni, de mondjuk mi lenne, hogyha mondjuk ezen 50%-os kamat lenne? 50%-os kamat? Hát elég sok, de figyelj, megadom. Viszont ez uzsorának számít már, érted? Tehát most gyakorlatilag ez egyfajta bűncselekmény. Tehát, hogy az uzsorás az volt, hogy a kölcsönadó az uzsorás. De nem, a példakedvéért mondom. Tehát, hogy azt mondod, hogy te segítesz nekik szexuális munkát végezni Svájcban, aztán pedig ebből a pénzből, amit ők megkeresnek, majd te valamilyen formában, akárhogy is,
De mégiscsak hasznot származik belőle. Hát ez gyakorlatilag, ha ez valakinek összeáll a fejében, akkor ez tudja, hogy ez gyakorlatilag ez egy kerítés, okay. És lányok futtatása. Az a baj, hogy itt igazából olyan dolgok vitatkozik. Csüröti csavarhatja az ember tudtam, ezt a dolgot. Lépjünk barlagyan. Tovább szerintem, mert te egyet mondasz a Zsolti más. Milyen behet engem, az érdekel. Erre már válaszoltál, Zsolti, szerinted. Nem az, a Jani elmondta, én is nem tudom, mindenkinek van egy véleménye. Mennyit voltál bent? 2 évet voltam. 2 évet. Ez előzetes letartóztatás. Azt mondják, hogy az előzetes a legdurvább. Ez így van? Hogy durvább, mintha mondjuk börtönbe mennél? 4 emberrel vagy összezárva, kevesebbet fürödhetsz, 1 órád van a szabadban minden nap. Ez a kevesebbet fürödhetsz, azt nem mondanám, mert egyébként minden nap rendelkezésedre áll egy csap, amin keresztül lefürödhetsz. Tehát az nem igaz, hogy nem fürödhetünk minden nap. Olyan körülmények között nem fürödhetünk, ahol azt gondolom, hogy ma fürdeni kellene egy átlag embernek. Attól volt durva, hogy azért így 23 órát be vagy zárva. Tehát azért az nem jó. 1 óra van szabadon. Hát ez a szabadon is úgy, hogy ilyen kerítések között. És most, hogy kim vagy, hogyan tovább? Vagy mi lesz, mert próbáld visszaépíteni az életedet? Újra UFO zenekar, újra megpróbáld minden. Viszont tudom, hogy még nem zárult le a dolog. Tudom, hogy még tart. A bírósági szakaszban van az ügy. Ugye elsőfokú ítéletre vártok? Hát majd egyszer csak. Majd egyszer csak lesz egy elsőfokú ítélet. Még tudod, mire várok igazából a következő tárgyalást, meg a háborúra, meg a harcra. Mert aha. Én harcolok és háborúzok. Tehát a sztereotípiák ellen mindenképpen. Aha. De ennek van értelme egyébként? Szerinted ezt szerinted ezt valahogy így le tudod magadról mosni, még hogyha mondjuk van egy bírósági ítélet. Nem akarom lemosni. Nem akarom lemosni, és felvállalni szeretném. Mi ellen harc? A társadalmi konvenciók ellen. Ez nem lenne elég, hogy azt mondják, hogy hülye voltam, naiv voltam, leültem érte, ami járt, vagy ami szerintetek járt, hagyjuk a francba az egészet, normálisan szeretnék élni. Ezt mind meg is tudnám tenni, hogyha a valóságról tudnánk beszélni. Tehát, hogy a valóságról szól a vád, és a valóságról szól a gyanúsítás, és valós dolgok a vádolnak, ezt tettem volna. Tehát, hogy a bírósági szakaszon nincs lefutva. Ez még ugye nincs lefutva, tehát itt még van egy első fok, van egy másodfok, és a másodfok végén derül ki, hogy te már leülted, de vagy esetleg még ugye ülött kell, tehát hogy ez még egy néhány év. Érdekes, amit mondasz, hát nyilván a te oldaladról, mi azért látjuk máshogy, mert az ember kérdez, és az embernek összeáll egy kép a fejébe, de ezért jöttél be, hogy ezt megcáfold. És ezt megpróbáld megosztani. Igen. Mi lesz pénteken? Láthatunk az UFO zenekarban egy budapesti koncerten, vagy két ember lesz, egy, aki vidékre megy, egy, aki te vagy? Vagy most mi? Hogyan próbálsz visszailleszkedni? Hát két év kijövetel után. Ez egy jó megoldás. Olyanra gondoltam, hogy egy ilyen online koncertet tartani, még úgy se csináltak. Tehát egy ilyen projektorra kivetítenek a szobából elnyomat. Nem, mekkora poén egyébként. Szerintem abszolút illen az imidzsünkbe. Miből fogsz most megélni? Hát most mondjam azt, lemegyek az aljárásba, és föltartom a kezemet, és zenélek egy gitárral, vagy valami ilyesmi. Azért most már tudod, azért a Hedővé is megtanulhat zenélni. Tehát... Ja, hát megoldom én, azért attól nem kell félni. Tehát dolgozom, tehát biztos, hogy találok olyan. Most is tevékenykedem. Jó, de nem a lányok. Tehát, hogy csak kérdezem, hogy jó, hát csak megkérdeztem, hát műsorvezető vagyok, csak kérdezem, hogy nem a lányokat. 20 éve dolgozom a szórakoztatóiparban, vagy így, vagy úgy, táncosként, koreográfusként. Figyelj, voltam már minden, már akasztott varjú is. Valószínűleg ebben a szórakoztató iparban maradok. Lehet, ilyen rendezvényes vonalon, nem tudom. Hát majd meglátjuk, de itt nem megyünk messzebbet. Na jól van. Zsolti, köszönjük szépen, hogy itt voltál. Szépen, igen. Én azért követni fogom, hogy mi lesz az első fokon. Olvasom. 8:30 múlt pontosan 5 perccel. 3-asugrásra lehet jelentkezni SMS-ben, mi pedig jövünk a hírek után. 3:49 múlt 3 perccel. Hello, mindenkinek jó reggelt kívánunk, itt vagyunk. És Zsoltival beszélgettünk a hírek előtt. Érdekes volt, igazából, nem? Más olvasatban látja az ember, meg más olvasat az, amit ő elmond. Behívtuk meghallgató. Én kíváncsi voltam, hogy mit mond. Egyrészt volt egy személyes nexus is, meg tényleg érdekelt. A dolog az én olvasatomban, nem tudom, hogy mennyire tudott meggyőzni az ő igazáról, de meghallgattuk. Kíváncsi voltam, hogy mire lehet alapozni egy ilyen típusú védekezést ilyenkor. Hát más nagyon nem tudott mondani, ugye, mint amit eddig mondott, úgy. Úgy gondolom, hogy ebben az esetben ez volt. Persze, biztos van egy csomó részlet az ügynek, amit nem ismerünk, nem, de amit akartam, megkérdeztem, kíváncsi voltam. Hát én tényleg, hogyha sarkosan kell fogalmaznom, akkor én azt mondom, hogy itt két variáció van. Vagy az, hogy ő tényleg elkövette azt, amivel vádolják, vagy pedig rettenetesen naív. És akkor lehet, hogy ő rettenetesen naív volt, amikor ezt az egész dolgot így...
Jó, erre nem mondok semmit. Jó? Hármasugrás játékunk jön, valakivel már is játszunk. Hármasugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki. Halló, jó reggelt! Jó reggelt! Hello, Attila! Sziasztok! Attila! Igen. Tegnap elküldted a foci VB SMS 10 után? Bizonyám, így van. Ez pedig azt jelenti, hogy... Hogy te elküldted kétszer is a foci VB SMS-t, és ezért most benne vagy a hármasugrásban. Bizonyám, és gyakorlatilag kettő, azaz kettő darab ajándék közül választhatsz. Igen? Ugyebár. Igen? Figyelek rátok, hát remélem, hogy ha sikerül, akkor jó lesz. Aha, az biztos, hogy jó lesz. Az nagyon jó neked, olyan jó lesz, hogy öröm lesz nézni, ugyanis van már egy garantált ajándékod a hármasugrás, ez egy apróság, kérlek így szépen, van. A Sonytól egy apró kis ajándékocska, de nagyon jó kis ajándék. És ha még tudod a három válasz és a hármasugrás kérdéseire, akkor képzeld el, hogy még dedikált bögre, ja nem, bögre nincsen benne, órád is lesz. Az is. Mehetünk? Menjünk, haladjunk. Jó, így szól az első kérdés dedikált nyakbakasztói. Igen? Izgulsz, mi? Halló? Rettenetesen. Hogy hívják Freddy feleségét a Flintstone család című filmvégjátékban? Vilma. Te milyen profi vagy? Hát azt, nem is tudok ennél rosszabb lenni. Mehetünk tovább? Igen. Álljanak a kedvencem. Ez ki volt? Szeretem, vannak körülöttem, barátom. Kik vannak ott? Kik ezek? Az emberek. Kik ők? Az emberek? Hát ezek itt, ahol dolgozom, itt vannak, állandóan itt lepzselnek körülöttem. Uh-huh. Szerencsére ilyenkor tudnak segíteni nekem. Na jól van. Így szól a második kérdés dedikált Egérrel átítélt. Igen. Hányadik labdarúgó back BL győzelmet szerezte meg az elmúlt hétvégén a Real Madrid? Tizedik. Jaj, tizedik győzelmét szereztem. Jaj, mekkora zicser volt. Remélem, ti is néztétek. Jön a harmadik kérdés. Igen. Ha akarod, dedikált óráért. Menjünk. Biztos? Hát muszáj, nehéz. Jani? Hát szó Ferinek nem. Igen, kajával kapcsolatos. Így szól a harmadik kérdés. Ki mondta, hogy takadt? Hát, de, drága jó barátok. Nagyon jó, hát nem mondta, hogy dagadt vagyok. Ennyi. Hogy nevezik az arab konyhából ismert búzadarából és lisztből készített apró tésztát? Búzadarából és lisztből készített apró tésztát. Aha. Ja, úgy hívják az alapanyagot is, aztán magát az ételt is. Grízgaluska, nem? Mi az, hogy grízgaluska? Egy arab konyhából ismert grízgaluska? Hát hadd fejezzem a híres már arab be. Grízgaluska? Igen, a híres marokkói grízgaluska. Amit a nagymamáink csináltak minden vasárnapi ebédnél, a híres arab grízgaluska? Ez lenne a jó válasz? Hát ez jó kép. Na jó, hát ott nem. Hogy? Nem nézek, és azt mondtam, hogy mozdat gombot, de az biztos. Atya úristen. A kultúrák olvasztó tégeje. Búzadar a lisztből készített apró tészta. Ez nem más, mint a kuszkusz. A kuszkusz. Kuszkusz. Hát, az alapanyag is, ez meg aztán létel is. Aha. Akkor menjünk vissza az időbe. Szinte hallom, ahogy Kairóban felsír egy gyerek délben, hogy anya, készíts nekem egy kis klasszikus arab krizgaluskát. Tudod, hogy az a kedvencem, hiszen itt mindenki azt teszi. Kuszkusz. Na jó van, indul a bum, mennek az ajándékcsomagok, tiki-taki. Hát akkor bum. Nem á, hát nem. Nem á, ennyire rossz volt. Ez maga volt a lemondás. Hát ennyire lehet már ismerni a szoftvert, hogyha elszántság van, ha kitartás van, ha ordítás van, akkor talán ad ez a... Na jó, akkor bum. Hát ez maga, jó, maga volt a lemondás, a hitehagyottság. Mi volt ez? Hát ez szörnyű. Jó, figyeljetek, akkor mehet most? Nyilván. Hát egy lehetőség, Attila, igen. Ott voltatok hatan, üvöltetek egy nagy bumot, hát lehet, hogy ezt meghallja a szoftver, ez a... Na jó, akkor bum, hát ez. Köszi a játékod! Én köszönöm. Ciao, hello. Ez volt a hármasugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. Nyert egy ajándékcsomagot, ugye? Ezt mondtad az elején, hogy nyert egy ajándékcsomagot. Nyert egy ajándékcsomagot. Aminek nyilván örülni fog, hogyha neki is Sony Csiba a kedvenc japán színész.
Na jól van, gyerekek, kedv van, ez pedig azt jelenti, hogy megjött hozzánk Kassa Tibi, úgyhogy vele folytatjuk a hírek után. 9 óra múlt 11 perce, jó reggelt kívánunk mindenkinek. M3-as, 30-as kőnél gyalogos sétál a magas fűben, a raptorok között vödörel a kezében. Ez érdekes. Kik azok a raptorok? Vagy mik? És nem tudom. És minek nála a vödör? És mit csinálok? A 30-as kőnél, gyalogosan az M3-ason, de ha az M3-ason sétál, ott miért van magas fű? Aha. Uh-huh. Vödör van nála? Biztos benzinér már. Igen, de miért ott? Hallott egy azért egy vödörben mondjuk benzint fejni a kúton, és akkor hogy mész, nem is vödör. Nagyon engedik. Azért az vagány, nem? Hát vagány, de hát az nincs, kutas, nincs kutas arra, aki igen mond. M1-es Győr felé a 35-ös kőnél útlezárás miatt már 2-3 kilométeres dugó van. Tehát az ez az M1-es Győr felé a 35-ös kilométer kőnél teljes útzár? Aha. Valószínű. 2-3 kilométeres a dugó, úgyhogy ott figyeljetek, próbáljátok kerülni. Baleset Pécsen, az egy pupu felüljáró, 4 autó ütközött torlódás van. Bicigi küldte ezt nekünk, valamint... jaj, bocsánat. A Csefeli gyorsforgalmi a szokott helyen trafi, ez pedig Gábor üzente nekünk, ezek a legfrissebbek. Igen, ezek a valahonnan, valahova sétálók, ezek, mindig ha látok egyet, azon gondolkozom, hogy ő vajon ki, honnan megy, hova megy, és mit csinál. És mindig, bármikor meglátok egy ilyen embert, mindig arra gondolok, vajon ő hova megy? De kijössz egy városból, elhagyta 10 kilométert, semmi, tudod, hogy a következő város 15 kilométer múlva addig semmi, és bandukol. Hova? Miért? Igen, és hogy hajnali, 3-kor, vagy éjjel 11, mi jutott eszébe? Hova megy? Mit csinál ő az alatt, a 20 kilométer alatt? Azért az nem sétálod le úgy, hogy csak úgy lesétálod. Hová tart? Mi járhat a kis buksiában? Igen, gondol valakire, célja van, vagy csak elindult? Vagy eltéved? Figyelj, ha vödör volt nála, jó, lehet, hogy nem benzin. Lehet, hogy gázolaj. És akkor a munkagépből fogyott ki, és akkor azt mondta, hogy bakker, még a fél tábla hátra van, elmegy egy gázolajért. Igen, érdekes dolgok ezek. Jött még egy 10-es út Solymártól áll a kocsisor egészen Budapestig, ezt Gábor küldte. Nekünk mi pedig már is Kassa Tibivel folytatjuk. Minden kedden a Hungária és az Üllői sarkán egy titkos társaság találkozik. Ők a Fantasztikus Négyes. Vezetőjük nem más, mint a páratlan tenor, kinek hangjára lúdbőrözve ébred az ország. Sebastiano Palazzo. Velük tart az olasz konyha nagy mestere, Ragazzi Feri. És a nyughatatlan kalandor, aki bejárta az egész világot a 4-es-6-os vonalán, Vadon, Indiana Jones. És akivel teljes lesz a 4-es fogat, a főnyeremény, a Jolly Joker, a férfi, aki igazán szeret, ő nem más, mint Tibi Ford! Tibi! Gyerekek, megírták, hogy a vödörrel a kezébe egy csigát szed. Aha! Csigázik! Ezt most elküldte legalább 15 ember azonnal, tehát ebben lehet valami. Ha nagy a fű, akkor van csiga. Eső csigát után van szed. Csiga. Az M3-ason. Csigát ment. Ez mert lehet egyébként. Csigamentő, elkötelezett csigamentő. És nem akarunk átmenni, De átjöttek. És kérdezik, hogy a Lajos hova ment, és azt mondja, hogy a Lajos csigát ment? Igen. Csigamentő. És ott áll egyébként már csigát ment. És azt nem lehet tudni, hogy egyébként ő nincsen-e fölkészítve arra, hogyha mondjuk balesetet szenvedett csigákat még visszahozzon az életbe. Tehát, ne, maradj velem, és egy szívmasszást. Kérlek, ne indulj el a fény felé. Ne kúszsz a fény felé. És még szed egy vödör csigát. Persze. Hát francia konyha, kedveli. És próbál még időben. Spagetti. Oké, hogy csigát szed. Most ezt úgy elküldték 20-an, mintha legalább azt mondták volna, hogy űrgét önt, vagy mit tudom én. Mi az, hogy csigát szed? Hát nekik természetes. Hova? Pénzkereset. Mit csinálsz vele? Hát jó, egy jó tejszínet. A csigát? Aha. Egy jó tejszínet. Egy kiló csigát? Hát több kilót, de... Mennyi a csiga kilója, Feri? Jó, nem tudod, hogy mennyi a csiga kilója. Jó fizet egyébként, de szabályozva van a méret alapján is, stb. És mit csinál egy ilyen? Szánhúzó. Hát eladják.
szárhúzó csiga. Eladják, általában exportálják, így van. Komolyan? Igen, egy picit tárolják egy darabig, kikakítatják őket. Így én csak van. Így elmondom konkrétan. Köszönjük. Addig, amíg eltávozik belőle, ugye a felesleg, kiéheztetik őket, utána elviszik. Oda humánus. Beszállítják, ledarálják, fűszervajjal összekeverik, és visszatöltik a saját házába. Kb. Fúj. Ezt jó, ezt én is hallottam ezen folyamatokat, csak nem tudtam, hogy ezt egy ártatlan ember szeli vödörrel a kezében, valahol úgy az M3-as környékén 30 km-es gyaloglása. Tegnap a Benni találta a kertünkben egy 10 centis mesztelen csigát. Nem jó. Az, akkor én azt el kellett volna szedjem, és az már én tudom értékesíteni. Nem, nem, nem. Sajnos a mesztelen csiga az nem, nem szerepel. Szegény svájci hiteles volt, és kilakoltattál. Nem, az fognod kellett volna rögtön, és nem játszunk az étellel, Benni ham. Aha. Olyan cuki volt, azt mondta, azért... Ezt meg kitüsszentette ide! Benni! És még mászik ki! Olyan aranyos volt, azt mondta, hogy ő megsajnálta, mert elhagyta a házát. Édesem. És mondtam neki, ez egy mesztelen csiga. És az volt, ezt megtanultam. De mondta, hogy nem erőszakolta bele. Te találtam meg. Hát, egy üres házat is. De adott alternatívát a gyerek, adott alternatívát, hogy lehetne azt a csigát visszatenni a házába. Szólok, hogy vége a kertednek, ha mesztelen csiga van benne, csak csendesen jegyzem meg, mert ahol egy van, ott van több is, és ha több van, akkor lezabálnak mindent. Ez egy háború kezdete. Mi fölmegy a körtefár, és megeszi a körtét? Nem, a fát eszi meg. Nem látták a körtefámat? Biztos járt erre egy mesztelen csigaraj. Lerágja a nyári gumit. És ott van egy ilyen rohadtul fölhízott mesztelen csigaraj, aki megette a fát, így van. Igen, így ül egy ilyen nagy varangyos béka, tudod. A biztonságkedélyet tanítsd meg repülni a szomszéd irányába. Menj, szállj! Mielőtt bármit tettem volna, Benni már megtanította egy dologra. Nagy újság van. Minden rendben, és annyira jól esik egyébként, hogy észrevettétek, hogy elkezdtem. Hogy elkezdtem edzegetni. Tehát annyira jól esett, hogy láttátok, hogy azért most már kicsit tónusosabb vagyok mindent. Tényleg köszönöm. Igen. Abszolút feltűnően az a nagyon radikális változás, amivel te ugye? Legalább a rútba belenyomtál hármat a fekvenyomópadon, tehát annyit, hitetetlen. Annyit azért nem. Tegnap lementünk, karamellel konstatáltuk, hogy észrevettük magunkon, hogy elindultunk az elhízás rögös útján, és tegnap lementünk edzeni. És hát Karamell volt a személyi edző, mert ő mégiscsak jobban érzi ezeket a dolgokat. Ez egy évforduló volt a tegnap, hogy észrevettétek valamikor egy pár évvel ezelőtt? Vagy nyílt napotra rendeztek egy konditeremben, és lehívtak benneteket. De egyébként befizettük, nem tudom miért egyébként, mert nem hiszem, hogy lehasználtuk, de hogy ott jöttünk, mentünk, de le tudtunk menni egy olyan terembe, ahol figyelj, a szorongás az nem szó ahhoz képest, amit mi ott átéltünk. Tehát ahol ilyen terminátorokat, urukhályokat és orkokat képeznek, akik ilyen, nem tudom, középkategóriás családi autókkal szériáznak, és azzal melleznek. Ha aktív anyag is ledelő, akkor ne folytasd. Nem. Figyelj, amit mi csináltunk abban a teremben, abból nem tud lenni semmilyen fajta aktív anyag, de az a lényeg, hogy egy picikét azért látszik, nem? Hogyha most nem? Ha rám nézel? Nem egyszer nagyot, ha tudod mozgatni. Az első edzés után körbe a poharat nem szabadna felemelned, annyira be kéne, hogy durranjál. Ha már tudod emelgetni, akkor ott linkelés volt. Azt már Arni is megmondta, nem? Hogy az első edzés után nincs pohár emelgetés. Azt szokták mondani, hogy mindig a saját testsúlyjal kell kezdeni, de hát nálatok az haladó. Igen, az a mi is megizzadnánk. Ti jobbak vagytok, ti nyomjátok az edzőtermet egyébként? Én sose szerettem, volt, amikor jártam, szeretni nem szerettem. Tehát én élvezetet nem találtam benne. Tehát azt... Hát azért én hallottam, hogy találtál élvezetet, mert a Jani azt mondta, hogy te azért ott fölvonulsz. Tehát azért te nem úgy jelensz meg, ahogy mi. Nem, rohadt magányos vagyok, ha Janival megyek, mert a Jani elmegy, fut egy órát a futópadon, utána négy ütemű fekőtámaszik, húzódszkodik, nem tudom, én meg azt hittem, hogy dumálunk kicsit, röhögünk, valami történik, és közben nem szól hozzá. Hogy megjelent a legidén, akkor én mindig menekültem, mert nem lehetett a társaságában anélkül megmaradni, hogy ne égessük román magunkat. De mit nyomod? Szevasztok, jó munkát mindenkinek! Van a direkt égetés, tudod, van a direkt égetés. Látszik rajtad, sose gyúrtál, tudod, nem vagyok az a típus, hogy bemész. Sziasztok, jó edzést, hello, sziasztok, érezzétek jól magatokat, jó munkát mindenkinek, hajrá! Az ott kevés, az ott sok. Nagyon kellemetlen. És ott imádtam, de nem azt imádtam, hogy az arcok nézek, csak egy dolog volt, hogy Jani ilyenkor így, tudod, a megsemmis is. A rugalmas elszakadás elvét. És én még így megyek vele. Mit csinálunk, Jani? Mi az első fekve? Nyomunk, gyere, hajrá, belevágnék. Nézek így, úristen, a két barom. Tudod, az a szép, hogy a társad is megsemmisül. Tehát Jani próbált menekülni. Picit kellemetlen tud lenni. Nagyon, én ezt nagyon szeretem. Mi ebben szövetségesek voltunk, tehát mi ugyanolyan rosszul csináltunk mindent. Tehát látszott az, hogy ez egy egység. Tehát mi egységesen vagyunk, puhányok. Úgyhogy remélem, hogy hát majd megyünk. Szerintem nagyjából itt van vége a karamell. Vár engem egyébként ma 10-re hogy nem jövök. Tehát, hogy ne várj az első gyakorlattal, mert nem megyek. Miben voltatok? Kis feszülős pólóba, kis nadrágba? Igen, biciklis nadrágba. Axelrózos pólóba. És atlétába. Aerobik fejpánt.
csuklaszorító. Figyelj, csak ilyen teljes fekete ilyen rejtőzködés. Tehát, hogy mondom, olyan formák voltak benne. Én olyan terembe jártam amúgy, ahol az ilyen nyeszlet menedzserek voltak eddig, tudod, akik ilyen megszikkadt, ilyen semmilyen formák. Most ehhez képest itt tényleg ilyen predátorok. Most segített ott elzavarni a patot. Takarodj! Figyelj, és nagyon ordítottál, amikor rajtad maradt a rúd? Súly nélkül? Fekvenyomorúd? Cibi, ne hülyesgett 10 kiló! Álljon már ki! Nem láttál engem üres rúddal fekvenyomni. Az vagy 10 vagy 20 kiló egyébként. Mondom neked, üres rúddal fekvenyomás. Ez nagyjából itt tudom elképzelni. Hát figyelj, egy komolyabb rúd az 20 kilós. A kisebb rúd az 10. A kisebb rúd az 10 kiló, ha nincs rajta súly a fekvenyomó. Nem, hát az a karamell egy komolyabb fizikum, mint én. Mennyivel nyomtam? Egy fél rúddal, vagy nem tudom. Akkor te mennyivel nyomtál fekvenyomó? Hát azt tudom, hogy hol voltam. De karamell belenyomott, valamiben nyomogattam, mondom, az egész könnyűnek tűnik. Én meg beültem ugyanaz a súlyhoz, megpróbáltam kiemelni, és elkezdtem keresni, és szerintem beakadt valahova. Fia, karamell rögzítve, hogy akarod, nézd már meg. Állj mögém, karamell! Ugye, mert csak a rúd van rajta, 10 kiló, hogy 8 éves gyerek belenyom 6x8-at. Jó, figyelj, valahol el kell kezdeni. De hogy egyébként velem vagytok és támogattok, nem? Ne gyúrni menjél, de most komolyan. Tehát, hogy miért csapod be magad a gyúrással? Se fizikailag nem vagy rá alkalmas, se genetikailag nem vagy rá alkalmas. Miért hazudsz magadnak ekkorát? Jó, miért nem mész le egy órát squasholni? Miért nem mozogsz valamit? Miért nem azt mondom, hogy futsz, mert az túl monoton? Ott van squash. Átmozgat egy órát, edzel, szakad rólad a víz, levadobsz egy csomó folyadékot, szereted, nézed a labdát. Nem fogsz gyúrni, meg fogod utálni. Jó, más mondok, tájmasszázs. Nem rossz, csak mozi, nem erre. Mozi, sport, vacsora. Na mindegy, de a lényeg az, hogy mögöttem vagytok, nem? Hát, csak jó messzire. Jó messzire. Van viszont egy feladat, amit még mielőtt a bökélt csőrömbe belecsúszunk, szeretnék nektek bedobni, mi megmozgatta az országot, amire egyébként az általatok mindig vásárolt lájkokként említett Facebookomon 11 000 komment érkezett, ami engem is meglepett, rengeteg rossz választal és nagyon kevés jóval. Azt szeretném most, hogy erre a matematikai, ez nagyon egyszerű matematikai művelet jön, vagy azt is mondhatnám, hogy egy egyszerű találós kérdés, mindenki úgyhogy nem néztek össze és nem csaltok, írja le, a frankó választ akarja le, és akkor majd a rovat végén megnézzük, hogy mi jött ki. Okay, jó, mondom. Rém egyszer a feladat, 4 × 4 × 4. Még egyszer mondom, hogy vezetés közben is lehessen a dolgot abszolválni, 4 × 4 × 4 az mennyi? Nincsenek zárójelek, nincsenek, nem tudom, smiley-k benne, kettős keresztek, ennyi, 4 × 4 × 4. Jó, várjuk akkor a válaszokat. Az adás végéig, és akkor majd közben te figyelgeted, hogy egyébként milyen arányba jönnek a megdöbbentő dolgok. Trükkös, ez trükkös. Trükkös? Nem adok AB. Persze. Nem adok ABC, de ne is mondjunk többet, tehát ez hagyjuk mindenki, ha dolgozza föl, jó? Jó. Jó. Tehát 4 × 4 × 4, ez nem annyi, amennyire látszik. Jó, de hogy ne is tudjatok súgni, nem ez az, ugyanis ami ma reggel böki a csőröm. Ami böki a csőrömet. Egy rovat a Morning Show-ban, ahol felszínre kerülnek azok a dolgok, amik leginkább irritálják hallgatóinkat. Mint például... Kassa Tibi. Jó, és esetleg valami más? Nem Kassa Tibi. Ami böki a csőrömet. Egy rovat azoknak, akiket Kassa Tibin kívül valami más is idegesít. Ami böki a csőrömet. Mert higgyétek el, nincs, amiben ne tudnánk beleverni a csúfot. Várjál, most... A csúf! 4 × 4 = 9 9 × 4 = 9 Igen, most tudnék egy megoldó képletet mondani rá. De ne! Jó, nem mondom. A végén majd is megfejtjük, hogy meg, hogy nem, miért, meg, hogy nem miért van. Nem hagytad, hogy befejezze, mondod, hogy de nem jut ez eszembe. Nem trükkös a dolog, mert nem mindegy, hogy mit csinálsz először. De ne súgjál. Igen. Jó, figyelj, egy olyan dolgot hozok, most harcban vagyok a természettel egyébként, mert ugye a múltkor mit akartam, a posztméhek, vagy mivel harcoltam? A kan szúnyogokkal. Hím, inkább. Miért? Mit akar a természet, hogy kihallják? Igen, hogy próbálna elveszejteni engem a természet, nyilván. Nem, hogy ugye a múltkor ugye a hím szúnyogok bökték a csőrömet, mert továbbra is fenntartom, hogy egy ilyen röpködő antikrisztusok, tehát én továbbra sem értem, meg így összekapaszkodva ketten-hárman repülnek, tehát az nagyon para egyébként. Nyilván, ketten-hárman repülnek, és visznek néha egy juhot, vagy egy bárányt. Három hímszúnyog összekapaszkodva, felkapott egy kónyi disznót. Ez egy reális, a három hímszúnyog összekapaszkodva. Elmondom, hogy az 500 kónyi disznót simán lehet, hogy a kanszúnyogok, az antikrisztusok elhorták. Elhorták. A bodobács összeragad.
kicsi kockás, piros, fekete. Azok járnak, négyen, hatan grupe nyomják. De a hímszúnyog nem... legszimpatikusabb állat az egész rovarvilágban. Imádod a bodobácsokat. A hímszúnyog nem akad össze. Most akkor én hazudok? Én ott, figyelj, Szadán ott volt 2-3 összeakadva. Lehet, hogy valami nézeteltérés volt egy nőstény miatt. Volt, hogy kitakarták a napot, és árnyék lett a kerted, nem? Így van. Így van. Sőt, egyszer láttam azt, hogy 2 hímszúnyog megemelte a barátnőmet. Tehát, hogy legalábbis tehát, akkor már ittunk azért valamennyit. Na, mondd, hogy miből kell csinálni. Na, én minden szaporodást támogatok alapvetően. Ugye? Tehát, hogy minden faj fenntartást, az ösztönöket, minden működjön. Nem zavar, hogyha kutyákat látok párosodni, nem zavar, hogyha engem látnak párosodni. Tehát, semmi nem zavar. De egyetlen egy dolgot nem tudok támogatni. A nyárfa ne szaporodjon. Na, hát ezek a kis azt a ló rúgja meg. Hogy a rohadmányos nyárfa pöszmösz, ami megkeseríti az életedet. Az. Ha ebben most nem álltok mögé. Az a nyárfa pöszmösz, te, hogy amikor ott sugárzol Szentkereszten, és nézed a sárga utat dobogókör, és ott járod az erdőt, és tele vagy ott pöszmösszel. Emlékszem. Fádad. Talán 6 éves voltam, amikor a nyárfa pöszmösz maga alá temetett, és édesanyám csak keresett, hol vagy, és dobálta, jobbra dobálta, balra sok pöszmöszt, és én sehol se voltam, ott sírtam az alját. Elviccelitek, már megint komolytalankodtam. Érted, ott vagy a római parton, próbálnám mondjuk meginni egy töményet. Felé érteni fogja egyébként. Én veled kezemben volt, egy feles. Aha, például. És szállt az és nem, két másodpercig nem iszod. Megpróbáltál vele bicepszezni, de... két másodpercig nem iszod, meg három ilyen pöszmösz megy bele. Ugyanez belélegzett, bemegy az orrodba a rohadmány, teleszáll a kocsid. Átöleli a hekkedet. Igen, ugye? Tűzveszélyes, mert volt belőle tűz is, hogy ez lángra kap, akkor tizél. Én megmondom őszintén, hogy én fogok alakítani egy mozgalmat a nyárfák ivartalanításáért. Valahol azért megértelek. Most meghívnak a rómaira egy lángossütő megnyitójára fellépni, érted? Fennállsz a színpadon, és bármikor állok rendelkezésre. Bekapcsolják izét, hátul, tesó, bekapcsol az erősítést, nőnk. Igen, és nagy levegőt veszel, hogy elkezd, hogy hogy minden csillag, ahány bolygó, nem minden csillag, te személy, ezer hold és minden csillag. És bemegy a pöszmöz. De nem azért zavar engem, mert megeszem egyébként. Hanem mert allergiát okoz néhány embernél. Szerintem az rosszabb. Nekem tenisz közben szokott a számba menni, akkor nagyon tudok köpködni. Mert ha veszel egy levegőt, játszol, futsz, és tele megy a szár, nem és kiköpöl. Nem az a labdáról jön le, az a szőr. Igen. Az irgalmatlan tenyeresektől. Hogy akkor a honákokat ütök. Vagy például... Szóval akkor lenyeled, az tud rossz lenni. Vagy ha abszolút, hogyha az orrodba belélegzed, akkor ezért, tehát, hogy ilyen... Sokan allergiások. Például, vagy például az autónak a hűtőjét el tudja tömíteni, tehát hogy el a hűtőrácsba, hogyha sokat fölvesz belőle, akkor utána meg forra víz, ez nálunk hát, volt ilyen. Hát ha bemész egy nyárferdőbe, ott eltömíti. Azért ez ritkán történik meg. És a modernebb autóban rádől a kocsidra, képzel, ja, mert ellátja az összmet. Jó, de mi a megoldás? Az a nyárfák kiírtása? Nem, fogamzásgátlás. Ezt mondtam neked, érted? Kasztrálni kell az összes nyárfát. Mi? Akkor írtsuk a parlakfüvet, írtsuk ki az akácot, tehát akkor tegyünk minden. Mindenki zavar valami. Nem. De értem, a maga a virágzás a leginkább akkor, ha allergiát okoz szerintem. A májusi hónapot mindenki prüsszög. Menjél egy sportfelszerelésbordba, és vegyél magadnak vívós isakot, azon nem megy át. és inni is tudsz rajta keresztül. Most jött az információ, tehát nem én vagyok ennyire művelt, hanem egy családtagom most SMS-ezett, ráadásul ez kanadai nyárfa. Ez nem is őshonos. Tehát valaki ezt ránk hozta, ezt a kort. Ezt, nem őshonos. Most. Ki írta? Szerintem nem őshonos, Zsolt. Hadd menjen. Szóval, hogy itt tartunk. Ezt azért tudom adni valamennyire, mert azért maga a nyárfa virágzás tényleg sokakat zavar, mert allergiás reakciót vált ki, tehát nem mondasz olyat, ami mindenkit hidegen vagy. Ez egy adható böki a csőről. És van rá megoldásom is egyébként, hogyha tudok egy ilyen 3-400 millió eurós valami pénzt ráhúzni, akkor volna egy ilyen méh átnevelési programom, hogy hogyan tudnák a méhek a pöszmöst a levegőben leszedni, továbbvinni, tehát hogy ezt valahogy sokkal kulturáltabban is megoldhatná a természet. Hogyha ebbe akartok, akkor tudok visszaosztani valamit ebből a projektből. Kettesre? Kettesre adhatjuk. Adható. A pöszmös. Teljesen érti, tehát az nem, hogy senkit, nem. Egy kettes. Egy kettes. Szerintem adjuk. Jó, vagy. Kettes. Na, halljuk. Korrekt. Nincs nálam. Szerintem korrekt. Miért nincs nálad? Így főleg, hogy kiderül, hogy kanadai nyárfa. Magyar nyárfa. Nem nyárfa. Már van. Arra nem haragudnék, de kanadai invazív faj. Adom. Na hát, Tibi, ez jutott. Kettes szintű csörgökés.
Ezért kár volt ilyen korán felkelned. De? Megadjuk, de csak hogy 10 után ne hívogass minket. Megadható. Megadható. Abszolút. Abszolút. Mindenkit bök, de van akit. Ez a kettes. Van aki, mert van olyan ember. Én, az én anyám például rosszul van, hogy virágzik a nyárfa, és egy hónapon keresztül nem él. Tüsszög, nem lát, rosszul van, megállapították, hogy maga a nyárfa virágzása, hogy nem tud mit csinálni. Antihisztamin szedi, próbálja, csak kész, vége van. Hát most képzeljétek el, hogy nekem milyen kellemetlen, ti csak belélegzétek, én gázolok benne. Térdig, térdig. De van olyan ember egyébként, aki azt mondja, hogy végre jön, tehát hogy végre ott szállja, de szép, hogy meleg van és mégis havazik. Há, nem, jogos, ez szerintem szeretni senki nem szereti, nem. Csak van, akit nem zavar. Igen. És ez hogy érint téged lelkileg, hogy mégiscsak kettesre adtad? Tehát, hogy most van benned visszakozás, van benned... A hármas nálam az a teljes kollektív egyetért. És nincs teljes ugye? Kollektív nem volt egyetért. Teljes kollektív egyetért. Nincs, aki szereti, de nincs kollektív egyetért. Igen. Jó, de én 10 van már, és kicsit ilyenkor mindig arra gondolok, hogy azért mész ebbe bele, azért húzod ennyire, mert 40-kor ugye már zárunk téged, és esetleg nincs témád. De van! Egy kicsit elkezdtem szorongani, több okból tudnék nyilván szorongani, de most egy kimondottokból szorongtam, hogy elkezdtem, az elmúlt egy-két napban hallok ilyen zümmögést a ház körül, ilyen olyan, mintha porszívóznának, de közben, mintha néha eltűnne a ház mögött. Tehát ilyen nagyon össze-vissza helyekről hallom, és én elkezdtem szorongani, hogy engem figyelnek drónnal. Egyébként konkrétan rá is feszültem erre olyan szinten, hogy húzogatom is a redőnyt, nem tudom, takargatom, tehát így a dolgokat, mert erre most rászorongtam, és mindig hogy odaugrok az ablakhoz, hogy van-e drón az ablak előtt. És van? Nincs, de nem lehet tudni, nem olyan, hogy mindig fölemelkedik, vagy égszínűre van festve, és így rejtőzködik. Hogy a NASA az szerinted, aki érdeklődik irántad? Hát nem a NASA, de figyelj, én azért azt kimondhatjuk, hogy én azért a Google-t nem rendeltetésszerűen használom, tehát hogy én azért olyan kereső szavakkal dolgozom, amire már lehet, hogy kivonul valami, tehát hogy én azért egy picit ezen rajta vagyok. Kicsit a deep webben benne vagy, olyan szavakat írsz, ami nem biztos, hogy szerencsés. Benne vagyok a mély űrben. Igen, ha azt nem feded le és nem használsz olyan dolgot, akkor az nem szerencsés. Benne vagyok nem a mély űrben. Igen. Figyeljetek, hogy egy picit segítsetek, hogyha mondjuk én most harcolok ezzel a képzeletbeli drónnal, ugye, ami egy ilyen repülő, ilyen távirányítós eszköz, amin HD kamera van egy olyan 30 ezerért. Tehát ezek már nem elérhetetlen dolgok. Nem, tényleg nem egyébként. HD kamera rajta, látod az élőképet, nem tudom. Ha én meglátok egy ilyet, hogy ott röpköd az ablakomba, és éppen kifigyeli, ahogy adok magamnak keményen. Akkor hogy miért pont ez jutott eszembe? Miért nem az, hogy egy jóféle avokádókrémet csinálsz a konyhádban, nem? Tehát, hogy miért az, hogy megbünteted magad meg? Nem gondolom, hogy a Kovács Lázár ipari kémkedne az én konyhámban, szerintem, amit én tudok, azt ő is tudja, de hogy milyen lehetőségeim vannak ezt megoldani. Tehát, hogy az én légterem olyan van, tehát Kassa Tibor légterébe repültök, hogy egy ilyen hangos bemondó, aki állok az ablakba, és ő most belépett Kassa Tibor légterébe? Az én légterem. Jó a kérdés, szerintem erre ilyen típusú szabályozás még nincs, mert a technika mindig megelőzi a szabályozást. Tehát, hogy mire a drónokat majd szabályozzak, hogy kinek a kertjébe hogy repülhet át, és mi számít kémkedésnek, és tehát magállagsértés, de ha a levegőben vagy, az már kinek a területe. Ugye tudjuk, mi van a föld alatt, ugye? Tehát az szabályozó van, az az állami. Nincs kecmec, nem olyan, mint az Egyesült Államok. De hát akkor a légtér... Ugye, az ingatlanon belül, nem vagyok benne biztos, tudom, szerintem bizonyos magasságig. Én nem? Úgy tudom, hogy a légtér az állam. Én nem, te nem sajátíthatod ki a légteredet. Na ez, jó, de ez hát igaz. Ha az ablakod előtt 3 méterre a földtől, vagy 2-re az légtér. Oda nem repülhetnek be nyilván. Tehát, hogy az a személyiségi jogaidat nyilván sérteti, ha téged ott mondjuk fölvesznek, és te csinálsz valamit, és azzal visszélnek, nyilván az nem áll meg, hogy az állami az elég. Vagy nemzetközi víz, vagy levegő. És szerintem addig a magasságig, amíg építheted egyébként a házadat, addig a magasságig az a légtér a tiéd. Na most, ha a tiéd föllóg érted 8 kilométerre, ahol a röpcsik repülnek, hát akkor nem, de lehet. Kész van már a fellegvárszadán. Most ne keverjük ebbe Balást megint bele. Tehát, hogy ne a Balázs házát, ott már annyira ritka a levegő, hogy egy sima drón nem tud felrepülni. Ugye? Oda a padlásra, hogy le kell ülnöm, bazd. Ugye nem lőhetem, mert tehát ugye az nyilván az akkor lőfegyverrel való visszaérés. Húzd be a függönyt, Tibi. De nem,
De nem. Vagy a redő. Ez de a hogy mit tényleg, ezt mondja, most röhögünk rajta. Igen? Ez fél éven belül szerintem egy élő probléma lesz, hogy az összes ilyen félperverz, ilyen agyalágyult, az drónokkal fog ablakok előtt izélni, heszteni. Figyeljétek meg, 40 000 forint, egy olyan hát, hogy konkrét tévékamerát röptesz 40 000 forintért, és tele lesz ilyen dolgokkal, hogy én ezt ledobálhatom mondjuk egy telefonkönyvvel, érted, és azt, hogy porrá törhetem az ő drága kis cuccát, akkor meg beperel? Nem, hát ha berepül, akkor nyilván védekezhetsz. Tehát, hogy akkor meg akadályozhatod abban, hogy ő nem repülhet be a te légteredbe. Azt hitted, hogy kanszúnyog, mondd ezt. megint összekapaszkodott négy, megint összekapaszkodott négy. De rohadt nagy. Nem, de az nyilván megakadályozható. Ledobálhatom, akkor izébe, tehát nyugodtan, minden, és ha ő azt mondja, hogy befújta oda a szél, érted, és elkezd... Reális védekezés, így van. Nem? Befújta a szél, a passzat szél. Figyelj, egyébként ilyen esetben simán mondhatod azt, hogy úgy értékelted a helyzetet, hogy az a testi épségedre veszélyt jelenthet az a jármű. És ebben nem fogulhat senki vitatkozni, hát teljesen egyértelmű. De nem lehet kellemes találkozni egy ilyen, kilépsz az ajtót, és az arcodban nyomul egy ilyen drón a kis légcsavarjaival, és átrendezi az arcodat. Hát az sem, mondjuk az enyémet éppen átrendezhetné, de hogy igen. De a másik egyébként, hogy tovább vívja ezt a dolgot, hogy hol tartanak most a kémcuccok. Egy picit megnéztem, hogy ezek az ilyen kis lefigyelő kis sztorik hol vannak. Hát gyakorlatilag mindannyiunknak van egy olyan 3-4 olyan kamera nála, ami fizikailag nála van egész nap. Tehát van egy telefonod, van egy tableted, a laptopodban is van kamera, tehát hogy körülöttünk folyamatosan ilyen üzemeltethető kamerákkal bókrászunk, tehát hogy azzal is meg tudnak minket ugyanígy. Most volt az amerikai szépség királynőről egy nagy cikk, hogy 21 éves volt, megnyerte, és föltörték, ugye az ő, vagy kamasz srác föltörte az ő gépét. És nézegette, hogy a kislány ott jön, megy a lakásra, leül a gép elé, csetel a barátnőjével, és kiderült, hogy ugye megosztotta ezeket a képeket, meg adta tovább, meg küldte szívénkénk. Persze nyilván lebukott, mert hülyén csinálta, de hogy például, ha van ott egy laptopod, ami van egy kamera, és valaki valahogy IPC-ben, nem tudom mi alapján föltöri, egy perc alatt benne van a gépedben, úgyhogy te kinyitod. Mosolygó arca rákeresel a kedvenc oldalaidra. És ő közben ezt a te kamerádon keresztül végignézi, hogy ez már nem egy nagy truvály állítólag. Hát sőt, de mondjuk nem olcsó egy tekecs fekete szikszalag, amivel ezt az ember egy picit le tudja védeni. Szikszalag, és ragasztósabbal a gépem azon részét kimaradtam, és kivettem a kamerát, és még a kamerát is elégettem. De hogy egy 5 perc alatt benne lenne a laptopodban, például. Ez nem egy nagy dolog. Hogyha véletlenül karácsonyra kapnátok tőlem egy ilyesmi külsejű ébresztő órát, akkor fogjunk gyarut? Hát mindenképp gyanakodjatok, mert hogy ez rohadtul egy HD kamera. Ébresztő a kamera 9000 forint, gyerekek. Tehát leraksz valakinek a szekrényére egy ébresztő kamerát, vagy egy ébresztőórának tűnő valamit, és mondjuk nem azt gondolt, hogy a feleséged megcsal, elutazol egy hétre, és 9000 forintért nézed, hogy mit csinál. 9000 forintért nézed HD-ban ebből az ébresztő órából, hogy mit csinál. Ez ezzel rendelhető? Tehát, hogy van ilyen? Ez egy magyar oldal? Hozok neked jövő héten. Karácsonyra, hát most fél éve van a szobádban, Jani. Ja, tényleg. Ugye emlékeztek, amikor mondtátok, hogy milyen nehezen tudtok ébredni. Ja, de mutatok azért egy-két olyat, ami meglepőbb, mert nem is ez, hanem például itt van fogas. Gyerekek, a képen látunk egy fogast, egy nagy ruddal, alatt egy kis ruddal, fogas kamera 6000 forint. Óriási. Tehát beraksz egy fogast valahova, és 6000 forintért ugye tudod nézni, hogy mit csinál. Tehát nyilván kicsit indokolat vagy a hálóban. Vagy ezek mi alapján működnek? Nem tudom, hogy hogyan továbbítja. Tehát lehet, hogy időnként valaki kell szedni belőle, de lehet, még az is lehet, hogy wifi. Rögzít és tárol, és azt elviszed, vagy wifi-n keresztül löki tovább a képet neked. Azért ez nem mindegy. Egy jó slusszkulcs, amiben kamera van. Nem hiszem el. Slusszkulcs kamera. Slusszkulcs kamera, 5000 forint, mutatja a képet, és mutatja, hogy hol van benne a kis optika, és egy nagyon népszerű német autónak a slusszkulcsa. Ugye ezek itt ebből több verzió van. Pendrive kamera, az igazi rohadékság. Kicsi, leteszem ide a pendrive-ot, jó, most miért van benne a fürdőbe? Majd mindjárt kiviszem. Fürdőbe leraksz egy pendrive-ot, ami már csajodat kukkolod a fürdőben, nagyon nagy a baj. Meg azért nem annyira életszerű, hogy egy pendrive a fürdőben, Gyerekek, tehát most mondtam valamit. De mi, wifi-s? Nem vagyok egy nagy technikai gond. Mi, wifi-s? Hogy küldi át, tárol van, de nem tud sokat tárolni. Jó, és kell, hogy legyen valami vezeték nélküli kapcsolat. Kérdésedre a válasz. Motion detection, tehát mozgásra induló felvétel. Tehát nem az, hogy csak úgy habisztizva lesz. Hát motion detection. Hát nem a detection. Hát motion detection. Várjál. De akkor ez egy rabasz gép. 5000 forintért megveszel egy olyat, hogy egy napig nincs semmi, elmegy valaki előtt, és elkezdi rögzíteni. De ezek jó kütyük. A legjobb. Hát akinek egy jó tollkamera. Tollkamera konkrétan 4000 forintért. 4000 forint, HD felvétel, egy sima, egyszerű golyóstól. Felbontás 720x480, memória SD. Tehát akkor ez 16 giga, akkor ez kártyára rögzít. És akkor vissza kell érte menned. Tehát akkor visszamész, érte? Azok ez kártyára rögzít. Na jó, de egy tollé nem művészet visszamenni. Kicsim, vagy akárki, nem? Zsizel Blüntje nem hagyta, mint a tollamat?
Hát, ha oda bejutsz, az már önmagában nagy szó. De ez egyébként ez tényleg komoly. Nem? Tehát, hogyha egy pillanatra ebbe belegondolsz, hogy valaki valahol letesz a lakásodban egy tollat. Az óra meg a fogásra szerintem teljesen életszerű. Az tök jó. Eljózzád egy szerelő, letesz egy tollat, és azt mondja, hogy holnap vissza, hogy jaj, ott hagytam, és te addig ott hagyod kint, és ott lát minden. Mozgásérzékelő, tehát csak azt veszi fel, amikor akció van, legokos. Visszajözzel, és azt mondja, hogy figyelj. Most ezek a felvételek, meg ilyen. Most ezt gondolj be egy pillanatra komolyra. Tehát ezek a felvételek most vagy nyilvánosságra kerülnek, jössz mészmesztről a lakásban, ott vagy, gyere. Nem akarod. Még ha nem is történik semmi olyan. Vagy fizetsz nekem 100 000-et. Nem is emeletes ágyon alszol, és én porrá rombolom az image-et, de ezt megosztam mindenkivel. Egy rohadt francia ágyba alszol, ülsz a jacuzzitban, a szaunádban. Nyomod ezt a nyomorult kis proli image-et, és én most ezt szétrombolom. Valójában megtudják, hogy ki vagy, hogy te vagy a legmenőbb csávó. Igen, hogy egy zebra mintás, igen, ágy takaród van, és egy párducra lépsz ki minden reggel. Azt a rohadt nagy szív alakú vízágyat. Mindenki meg fogja látni. Na, de hány fiatal van ennek kitéve? Hogy leraknak egyet egy lány kollégium, és a lányokat elkezdik zsarolni. Tehát, hogy ennek azért van mélysége, nem? Hát, még nem, de most egy nagyobb csomag érkezik hozzám, és a környéken lévő lány kollégiumok rettegjenek, mert jönnek a tollak, a fogasok és a pendrive kamerák a különböző ilyen kis szobácskákba. Azt írja valaki, figyelj, Betty küldi nekünk. A barátnőmnek rossz volt a kamerája a laptopján, nem szoftveresen, hanem fizikailag rossz volt. Torrentezett Németországban, és kapott egy e-mailt, amin az ő képe volt, miközben torrentezett. Felhívta a figyelmét, hogy hagyja abba, vagy felhívták a figyelmét, hogy hagyja abba, mert bűncselekmény. Ez milyen durva, kérdezi Betty. Tehát, hogy bementek ugye a kamerán keresztül. Ipéci, majd. De most én tök hülye vagyok ehhez. Tehát én fel akarom törni Vadó János gépét. Én hogy találom meg, hogy neked melyik a képed? Honnan tudom? Úgy csinálják ezeket, hogy el kell küldeni egy e-mailt, és igen. Az e-mailre reakcióként... Én nem tudok leülni és megtalálni a Lőrinci, nem tudom, nem. Damjanics utca 16-ban a te gépedet, azt nem tudom megtalálni. Az összes ilyen kémprogram telefonon és gépen is általában úgy működik, hogy valahogy be kell azonosítani a gépet, általában ilyenkor küldenek valamilyen ilyen jóhiszeműnek tűnő e-mailt, amelyet megadsz dolgokat, hogy hát most nem tudom, a Facebookod lefagyott, és most adjál már meg egy pár dolgot, hogy rendbe tudjuk, mint egy ilyen visszaállító kérő. Ezek kvázi engedélyt adsz arra, hogy belépjen. És ugyanez nagyon meredek, hogy a telefonokon is van konkrétan olyan cucc, hogy a hív, tehát hogy olyan kémprogram már telefonra, ezt konkrétan tudom, ami a hívásokat rögzíti, az SMS-ek, a fotótartalmak, minden. De az App Store, tehát letölthető, tehát föl tudod... Igen, csak kérdezem, hogy föl tudod tenni a paranoiás, hogy föl tud tenni a párod telefonjára, úgyhogy ő nem tud róla? Ez nem olyan, de az a baj, hogy nem tud róla, mert annyit kell csak csinálni, az, hogy megrendelsz egy szolgáltatást, ott fönt van a neten, egyébként ezt egy ismerősöm mutatta, fönt van a neten, és onnantól kezdve az összes hívása rögzítve van hangformátumban, azt te meg tudod hallgatni. Az összes SMS-e, fotótartalma, minden leklónozódik. Nem vagyok róla meggyőzve, hogy legális szolgáltatás, de fönt van a neten, és annyi kell csak hozzá, ezt is tudom, azért tudom, hogy ilyen e-mailes a sztori, annyi kell hozzá, hogy elküldj egy e-mailt, amit ő ott visszaigazol a telefonját, tehát annyira kell, hogy egy percre megszerez mondjuk a telefonját, vagy valami eszközét, arra ott visszaokézod, úgyhogy ezt nem tudja, és abban a pillanatban te benn vagy a rendszerben, és minden klónozva, mondom, a hívásai rögzített hangformátumban, ott vannak egy oldalon, és szépen te hallgatod, hogy miről beszélt. Úgyhogy nagyon meleg szerintem egyébként ez a kémkedés a technikával, szerintem egy elég aggasztó dolog, most nem az én drónom, amit ledobálok egy ilyen, nem tudom, egy yellow pages-zel, de hogy ezért van, tud lenni a dologból baj, tud lenni a dologból baj. Félve kérdezem, hogy a kondíció visszaállításáért, a nyárfák fogamzásgátlásáért és a kémkedés ilyen megoldásaiért jogos lehet a tas és a sikoly. Hát. Köszönjük, Tibi! És mi újság a feladatta a gyerekek? Mert belapítottatok egy picit matek zsenik. Kicsoda! Na, tehát 4 × 4 = 4. Ne lapítsatok. Én el tudok mondani egy számomra való megfejtésre, de legelején mondtam csak volna. A szám. Mindenki, mondjon egyet. 20. Nem 32. De amik jöttek, abban jött 32. Nem, sok minden jött. Nagyon jött nagy, minden 6000 féle megfejtés van egyébként. Nagyon de sok. Hogy mondjuk el csak azért, hogy miért hoztam be? Hát, mert van rangsora a műveletek között. Először szorzás, osztás, összeadás, kivonás. Az ennek a második verzió, amikor a zárójel elkezdett megspékelni, és előzőre a zárójelben ha adott dolgot csinálod, meg ahhoz hozzáadod a zárójelen kívül, szörnyű. Én az életemnek ezt a részét 18 éves koromban lezártam. És nem is akarod újra.
meg nem akarom újra nyitni. Annak a kommentelőnek üzenem, aki azt írta, hogy attól függ, hogy az X-et hogy szorzásnak vagy összeadásnak értelmezzük, hogy ő rossz úton jár. 3-4-10 lesz pontosan egy perc múlva, jövünk mindjárt a nap legjobb pillanataival. És uraim! Hölgyeim és uraim, itt vagyunk élőben. Sziasztok! Sziasztok, jó reggel! Szia nagy uram, szia vezérem! Hello! Minden oké, szőröm? Minden a legnagyobb rendben. Minden a legnagyobb rendben. Ilyen nincs, hogy szőröm. Milyen nagy harci helyzet nagy uram? Vezérem, minden rendben? Na, gyerekek, annyi mindent kell sorsolunk, hogy kivételesen, de tényleg nagyon-nagyon kivételesen csak itt, csak most egyszer kihagyjuk a nap legjobb pillanatait. Két dolog van. Tehát vagy odaadunk egy csomó ajándékot, és akkor nem hallgatjuk meg, vagy nem adunk oda semmit, de akkor viszont meghallgatjuk. Legyen ez az utóbbi, mm-hmm. Szerintem ne adjunk ajcsikat. Ne is adjunk, és ne is hallgassuk meg. Jó, elnézést azoktól, akik várták, ebben nem nagyon szoktunk ismerni tréfát. Mindig leadjuk, de most nagyon sok mindenünk van. Leginkább az, hogy valakit szeretnénk boldoggá tenni, hogy válasszon magának ajándékot, mert hogy vagy egy okostelefont nyerhet majd, bizony, vagy pedig egy 32 colos okos tévét. Ez döntheti ő el. Az olyan okos, most már csak ilyen okos tévék vannak, vagy hát legalábbis egyre népszerűbbek. Ugye, mert hogy ez a foci VB játékunk, és majd a fődíjat május 10-én adjuk oda, június 10-én, az összes SMS küldők közül sorsoljuk a nyereményt egy baráti társaság részére, egy balatoni luxus apartmant VB döntőnézéssel. Ebből a VB döntőnézés, ami elvehetetlen, az apartmant visszavesszük. Két éjszaka, és egy 4K-s Ultra HD Sony TV, amit még megnyer majd valaki. Hopszi, hopszi, hopszi. Ugye a Csabinál el kell küldeni azt, hogy foci VB, és azok kerülnek játékba, akit a Csabi visszahív, vannak óranyertesek, az óranyerteseket mi megkapjuk, plusz az előző napi hármasugrás nyertest, így 5 óranyertes plusz egy hármasugrás nyertes közül kerül ki az az ember, akit ma visszahívunk, 6 közül egy embert, felteszünk neki egy kérdést, és ha tudja, övé a telefon, vagy a tévé. Mondd vissza, jön. Amelyiket választja. A tévé. Igen, vagy a telefon. Mindegy, 10 után küldjetek, hogy foci VB, ez a lényeg. És a kérdés egyébként, amit fel fogunk tenni. Azt nem, hogy bemond. Az a kérdés, ja. Az természetesen maradjon addig, amit tippunk, amit fel nem tesszük. Dehogy is nem. Azt akarom mondani, hogy természetesen minden esetben a labdarúgáshoz, a labdarúgó világbajnoksághoz, illetve a labdarúgó világbajnoksághoz kapcsolódik. Hiszen foci VB-s játékunk van. Értitek, ugye, mert lehetne Cselgáncsal kapcsolatos az a kérdés, de hát ez a logikátlan lenne, nem? Miért csinálnak ilyet? Hát, nagy uram. Mi vagyunk? Nagy uram, miért csinálnak ilyet, szőröm? Hívjuk Anna. A nyertest. Aki még nem nyertes, de mégis. Lehetős. Mert már az egyébként. És ha most nem tudja kérdésre választ, akkor viszont nem lesz. Ez nem alternatíva, mert arra nincs alternatívánk, úgyhogy ja. Nem mondj ilyet. Igen, tessék. Kata! Feriani, hello! Sziasztok! Hello! Sziasztok! Kata. Tegnap küldtél foci VB-t a Csabinak, ugye? Így van, Csabinál nyertem. És aztán óra nyertes is voltál? Így van. Uh-huh. És uh-huh. Most így kerültél bele az 5+1-es kis csapatba, és a 6-os fogad közül téged választottunk. Hú, de jó, nagyon örülök. Futballrajongó vagy? Igen. Na, de mindig szeretem, hogy nő szereti a focit, az jó. Kinek drukkolsz? Ki a kedvenc? Jó, de akkor ki megy ki a sörét? Spanyoloknak drukkolsz? Így van. Spanyoloknak drukkolsz, hát az nagyon jó. Profilját próbálok ráfűzni, ha nagy focira jön. Hát az. Te kinek drukkolsz, Balázs? Hát annyira jó. Ő Lesotónak. Figyelj, én nézem a focit, ha jó meccs van, most azt gondolom, hogy egy spanyol-portugál jó meccs, egy német-spanyol jó meccs, egy brazil-németet megnézek, de nem vagyok úgy focira, tehát nem drukkol, nincs kedvenc. Micsoda, ma, de Real Madridos vagy. A klub szinten, de hülye ez VB, hát itt ország. Az egész más. Ja, Jézus. Na, de hát azok spanyolok, képzeld. Real Madridban játszhat egy portugál is, mint de a Ronaldo. Real Madrid spanyol, akkor gondolnám, hogy a spanyolok felé húz. Na, de maga a klub spanyol, a játékosok benne nemzetköziek, mert ez klub foci, tehát nem nemzeti válogatott. Na jó. A Feri nagyon az alapoktól kezdeni. Kata! Igen. Figyelj, így szól a kérdés. Hogy? Ja? Mikor vett részt utoljára a világbajnokságon? Ruanda, Burundi? De hogy is nem. Na figyeljetek. Most jön akkor az igazi na, kérdés. Figyelj. De most ezt figyeld. Nem lesz egyszerű. Izzadsz meg mi? Na figyelj. Hol rendezték a legutóbbi labdarúgó világbajnokságon?
Reméljük, gyors az internet, ne halljuk. Nem áll, nem áll, hogy nem tudod, te mit foci rajongó, ne csináld. Várjál. Várj egy kicsit, mert annyira izgulok. Ne kamuszd. Várj egy kicsit, mert netezek. Ez a jó megoldás. Ne, ami nem baj, nincs kizárva, de nem ér kamuszni. Várj egy kicsit, mert izgulok. Dél-Afrikában. Aj, de koromázni. Jól van. Úgy is lesz, ugye? Jó, akkor mondom a holnapi kérdést. Mi Lothar Matthäus keresztnevet? És milyen ravasz? Várj egy kicsit, úgy izgulok. Aha, igen, de nincs ezzel, vagy lehet segítséget. Figyelj, Kata, ki az, aki ott csikitozott veled? A kolléganőm Anita. És ő is gépelt, ugye? Ő nem jött a focihoz, csak átjött nekem szurkolni. Ezzel vagytok így még páran, ahogy igen. Hallottuk ezt de a választ. Szerencsére te értesz. Szerencsére, hogy ott volt egy kis segítség. Jól van, Kata, jön a választás. Igen. Vagy egy Xperia Z, egy kompakt okostelefon. Vagy egy TV 32 colos LED Smart, szintén a Sony-tól. LED Smart Sony, vagy... Hú, atyaig, nehéz a választás. Értékben körülbelül ugyanott vannak. Bizony, csak az egy kicsi, a másik nagyobb. És máshol lehet használni. Igen, köszönöm, Balázs. Ugye? Azért vagyok, ez a dolgom. Az egyikkel sokkal könnyebb telefonálni például. Így van, a másikkal sokkal könnyebb tévét nézni. Melyik legyen, Kata? Legyen a telefon. Telefon! Keservit! Azért jó, mert akkor mi megtartjuk a tévét. Telefon, jól van, Kata, ügyes vagy. Jó, van egy szép telefonot, küldjük neked, használd egészséggel, ügyesek voltatok. Jó? Nagyon köszönöm, imádlak benneteket. Ügyes voltál. Szia, Kata. Köszönöm, sziasztok. Hello, hello. Csabi, jó reggel, szia. Jó reggel, szevasztok. Hello, mi újság? Hát örülök, hogy Kata nyert. Ugye? Ne, mi? Családtak? Nehézkes volt. Tehát mi van, hogyha rossz választod, akkor... Tudod, hogy vagyunk annyira jó szívűek, hogy átlökjük a jó választ. Komoly jelentőség van ennek a kérdésnek, szinte semmi, mert úgyis odaadjuk, de szeretjük azért, ha tudja. Most az internet, vagy úgy föl mindegy, de tudta. De szerintem tök jó döntés a telefon, mert amennyire én tudom, bár én sem vagyok egy nagy technikai gurú, de már telefonon is lehet tévézni, tehát akár meccseket is lehet nézni telefonon keresztül, viszont a tévét hiába viszed magaddal, buszon nem tudsz telefonálni, érted? Hát na, hát ezért, na most miért csinálja ő itt aki a kiválságműsort? Na miért ezért? Na. Hát mert nem ő az aki? Én kérek elnézést. Csabi, jó megoldás. Tényleg. Én mondjuk a tévét választottam volna, de kinek mi? Ha. Nem? Ja. Tehát, hogy kinek a telefon, kinek mi. Jó, 10 után el kell küldeni neked továbbra is azt, hogy továbbra foci is VB? Megy a játék, foci VB, aki elküldi, óránként nyerhet egy Sony ajándékcsomagot, és értelemszerűen megy tovább a játék, tehát esélyt kap arra, hogy válasszon itt nálatok. Így van. Válaszolni egy nehéz kérdésre, és mert, hát a fődíj. Így van, mert hogy az 5 óra nyertes jön át hozzánk holnap reggelre, így plusz van. A 3-as ugrás, a mai 3-as ugrás játékos sorsoljuk a 6 ember közül holnap, aki újra nyerhet majd 2-ből. Tehát ez egyet. Az alap. Hadd visszajönni. Igen, egyet. Az alap, el kell küldeni foci VB 0670-645-0000, egy kicsit a fődíjról meg hadd beszéljek, egy baráti társaság elmegy a Balaton partjára. Ez valami találós kérdés. Most de nem, ez jó. Nem. Ez egy nagy luxus apartmanban eltöltenek 2 éjszakát, megnézik ott a foci VB-t egy Sony 4K Ultra HD TV-n, amit aztán a nyertes haza is vihet. Ez azért valami. Már hogy az a nyertes, aki elvitte a barátait. Aha, nem, igen. Az a nyertes, aki elvitte a barátait. Sorsolja. Na jól van. Csabikám, remek zenéim lesznek mi? Ráadásul nem csak, hogy remek zenéim lesznek, de szeretnék egy fantasztikus ajánlatot mondani a kedves hallgatóknak, hogy nem csak a rádióban, hanem például a Klassz honlapon is lehet zenét hallgatni. No. Van ez a Clean Bandit nevű csapat. Ó, micsoda vicces. Akikről már többször beszéltem nektek, csak nem emlékeztek rá, mert sosem szoktatok emlékezni, pedig nagyon sokat és szépet és jót mondtam róluk. Na, nekik az új lemezük teljes egészében meghallgatható, csak a mi honlapunkon egyelőre, tehát sehol máshol nem érhető el. Micsoda ajánlat, kérem szépen. Most 10 órától 30-áig nálunk meghallgatható, de erről a lemezről én lejátszom egy újdonságot a következő órában, a Rather Be. Egy last minute-ed nincsen a meteorákhoz például. Jó is az, egy meteora túra Görögország, szép az. Hogy ne volna. Jól van, Csabi jön a kívánságműsorra, tessék küldeni, hogy foci VB, jó, ha valaki dalt szeretne kérni, 555-55-00, Csabi nagyon örül, a közlekedésének is nagyon örül, mi pedig jövünk. Meg a kívánságoknak. Holnap 6-kor, így van, holnap pedig vendégünk lesz, ugye érkezik Kovács Ákos hozzánk, és yeah. Hauber Zsolt, akik összefutottak egy Fresh koncerten, és és ott egymást nyakába borultak, állítólag ki is békültek, úgyhogy holnap megszólaltatjuk őket, mert jönnek hozzá. Van. És retro nap.
Igen. Magyar retro. Magyar retro. Hihetetlen. Hihetetlen. Kérem szépen, én is jövök. Az is annyira izgalmas a hangz. Csabi, én a kívánság műsorra. Szép napot, szevasztok. Sziasztok. Ciao, ciao.